És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk 19 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, hello. Hello. Szevasztok. Hello drága hallgatók. Hát péntek van, eljött ez a nap is. Most volt hétfő, most meg péntek. Írtózatos, hogy hogy mennek a napok. Ez felfoghatatlan. Hihetetlen, mindjárt vége van az évnek. Mindjárt vége az évnek, meg így van. Mindjárt vége a szeptembernek is, bár csak 9-e van, de hogy tehát lassan hónap közepe. Szóval egész egyszerűen elképesztő. Hát valamelyik nap műsor után nézegettük itt, nézegettük, be volt kapcsolva a tévé, aztán ment, valami ilyen tévésobb jellegű dolog, nem tudom most hogy hívják, és már árusították, már reklámozták a karácsonyi világítást, diszkivilágítást. Le is fotoztam. Én láttam egy nagyon jót. A lézerest láttad, ami az egész házat kivilágítja. Vennem kell egyet. Vegyél, hát figyelj, mindenképpen. Lézerre virágítja a házat. Veszel egy ilyen kis gömböt, amit leszúrsz a házad elé, és az egészet így tss, megvilágítja, zöld pöttyök. Hát csodálatos. Ronda? Fú, nagyon. Én egyébként imádom, erről már beszéltünk ezt a karácsonyi cuccolást, hogy fölrakják a girlandokat, meg a futófény, meg a minden. Ha ízlésesen van megcsinálva, olyan helyen egy jó családi ház, fehér hóban, nagy íz, fenyőfák földi, én nagyon szeretem, hát most lehet kapni egy ilyet, azt, hogy is mondjam. Hát, több, mint érdekes. Igen, ezek valóban általában nem szépek, de én szeretem a gics, vagy gicset, nem tudom, hogy mondják, a gicst, a karácsonykor. De én azt bírom, hogy az, ki van világítva, minden úszik fényárban. Aztán persze leszerelni az ember, meg vége van, de hogy én karácsonykor bírom. Olyankor szóval... bocsánatos bűn. Bocsánatos bűn, igen. Igen, csak igen, picit fura így. Csak hol lenne már. Szeptember elején. Miközben 30, hát, fok, 30 fok van kint, olyan képeket látni, hogy így. Tehát, hogy így. Figyelj, ott jöttem. Igen. Ez tökéletes karácsony. Tökéletes karácsony, ugye le van fotózva. Igen. Fölhívott a gumidílerem, hogy... Balázs téli gumi, most. Téli gumi akciós, és mondom, nem mondhat szeptemben, és mondta, hogy higgyem el, mire megrendeljük, megjön, tüdő, téli gumi. Igen. 2016-os ennyivel olcsóbb, mert most még meg tudod venni, vagy tudom, tavalyi egy éves, fél éves, semmi baja, és hogy milyen kell. És ilyen brutális akcióval adott. Hogy csillog a szemed, mi? Nem, csak azért mondom el, hogy most még kapok árengedményt, aztán nem biztos, hogy november végétől már igen, hogy majd dob már át légy. Nagyon nem, most még van presztízs. Nagyon jó téli gumikat szerez, és mondom, hát a Ferenc vigyel tényleg. Nekem most éppen lefutott a téli gumim, tehát újat kell venni. És akkor mondtam, hogy jó, hát akkor jöjjön. És ebből éreztem, hogy tényleg közeledik lassan az ősz, a hideg, szóval, hogy ez így... Csináltak egy új szériát, tavalyi még, amit most rácsóznak, ott áll 5 éve már, százszakadásos, mindegy, persze jó lesz az füle. Ezt meg tud nézni, hogy hány éves, ezt meg tud nézni. Meg normális gumis nem is csinál ilyet, figyelj, az életeddel játszik, tehát az a legnagyobb butaság lenne a részéről. Teljesen egyértelmű. Egy ilyen élettel. Egy ilyen drága élettel, gyerekek, mi lenne velem, veletek, ha én nem lennék itt, komolyan mondom, az országgal mi lenne, a tévéműsorokkal mi lenne? Milyen jó nézettség a műsornak, vagy mi? Szeretik egyébként. Szeretik? Igen. Most olvastalak, mert benne vagy az egyikbe, hogy valami modern beszédet tanultál, várja, nekem nagyon tetszett, de nem sikerült megegyeznem, mert pont ennyi. Mibe vagyok? Már nem is hívott újságíró. Borsban? Ekéznek, biztos ekéznek. Nem. Hát ez egy kis PR. Barátkoznak. Azt elírták. Valamit akarnak. Azt elírták. Ha Bors engem szeret, azt elírták. Kérni akarnak valamit, és annak ágyaznak meg. Igen, ott valami nincsen, nem. A nagyon király kifejezés helyett. Ja, tudom. Patent Menci. A gyerekem rám szólt, és elmeséltem egy műsorban. Igen. Mondtam, hogy ez Benny, ez nagyon király, és a gyerek tényleg rám szólt, hogy apa. Ez annyira ciki ez a király. Tehát ez nem mondogassam már, mert ez már olyan béna. Jézus benne, mert 7 éves vagy. Már kis csoportosok se tolják. Igen, ezt már ők se tolják, ne tolják már. Na, azt mondja, hogy gyorsan egy-két SMS, csak hogy beinduljon mindenki így reggel. Mérnek a rendőrök salomvárom? Hát, neked is. Salom. A fatelepnél Tocsó, hát reméljük, hogy jól mondom. Aztán Mosó-Magyarováról Pest felé az M1-esen az Arabona pihenő előtt van egy trafing. Ezt a sírja M7-es Fehérvári pihenőnél most állítják a trafit Balaton felé, és most történt baleset a Szolnoki elkerülőn. Hát ez 6-kor jött. Egy elrotott pótkocsia felborult, az útra borult az áru. Nagy dugó lesz, ez zékülte nekünk, te jó Isten.
Na, hát ami az időjárás illeti, gyerekek, fantasztikus lesz, ti is tudtok futni majd, maraton, félmaraton, mindenki, amit akar, én is tudok kerti partizni a barátokkal, mert hogy, hát elképesztő idő lesz, de nem csak hétvégén, hanem brutális indián nyár, jövő hét péntekig mutatja a telefonom, nem, felhő nincs az égen. Minek szóval... neked téli gumi? Minek ide téli gumi, nem? Hát... Most már így marad márciusig. Ja. Gyönyörű, hát nyarunk van, gyönyörű indián nyár. Egész hónapban, így, mert a hónap végén megmegyünk kitelepülésre. Ezt már tegnap megszellőztettük, úgyhogy nagyon reméljük, hogy, hogy ott is valami hasonlóra számíthatunk. Így van, bizony, mondhatjuk majd lassan a helyszíneket, szerintem hétfőtől már, ha így beszéltünk a promóciós lányokkal, és minden oké. Területfoglalás, és ez publikus, akkor el tudjuk kezdeni tolni, mert hát tulajdonképpen hétfőz két hétre indulunk. És a jelek szerint ugye hát ez egy nagy utolsó tulajdonképpen búcsú turné, úgyhogy úgyhogy megyünk, igen, 26-án indulunk egy hétre. Utolsó hét. Utolsó hétre, ez jó sűrű lesz nekem az a hét. Síros, nevetős, összeborulós. Síros, nevetős, összeborulós. Riskokhozós. Ismerve magunkat, nevetős. Sok riskokhozós. Kicsi sósat is hozzatok. Igen, szívesen nevetünk máson, de leginkább magunkon nevelünk, magunk nyomorán pedig nagyon jól szorakozunk, úgyhogy igen, indulunk majd. Indulunk majd. És akkor beszéljünk egy nagyon jó hírről is, hogy a paralimpián megvan az első. Tunkel Nándor erőemelésben, egészen konkrétan fekvenyomásban bronzérmes lett a 49 kg-osok kategóriájában. Gyenge 155 kg-os teljesítménnyel. Parasportoló 50 kilós. Az első helyzet vietnámi srác, aki mondjuk most kitérdekel, persze, tehát hogy nyilván a zalai gricei magyar srácról van itt most elsősorban szó, de azért 181 kilóval világcsúcsra nyerte meg. Ez a vietnámi fiú. Az nem engem. 49 kg-osok súlycsoportjában az a fekvenyomást, úgyhogy hát az... Azt mondták, hogy háromban vagyunk jók ebben a fekvenyomásban, a vívásban, a kerekesszékes vívásban, meg úszásban, ugye az hagyományosan jó megy nekünk, úgyhogy ezért a háromért lehet izgulni. Láttátok a megnyitón az elesett srácot, fia, olyan megható volt. Nem, semmit. Én komolyan elmorzsoltam egy könycseppet, szakadó eső volt a megnyitón, és jött egy botta járni tudó fiú, aki hozta a lángot, és elesett szegény, és akkor berohantak, de intett, hogy nem kell segíteni, fölállt. Figyelj, az egész stadion fölállt, és üvöltött mindenki, örjöntek. Annyira megható volt, és a srác fölállt, odaadták a fákját a kezébe, és ment tovább. Azt hiszem, hogy tényleg a legszebb pillanat volt az ilyen megnyitók történetében. Tehát annyira azt jelzi, amik ők a mozgás sérültek, hogy igen, menni akarok, meg akarok csak csinálni, is. Csak azért is fölállok. Figyelj, nagyon, aki még nem látta, tényleg keressen rá a neten, szédületes. Olyan jó érzés volt látni azt az akaratot, azt a tenni akarást, hogy megy előre. Szédületes volt tényleg. Jó, nagyon nagy volt, nagyon nagy pillanat, úgyhogy hajrá, srácok, lányok, csak így tovább. Mindenkinek kivételen örök, és akkor Tunkel Nándira pedig nagyon-nagyon büszkék vagyunk, mint ahogy egyébként Zalai Grice is valószínűleg nagyon büszke. Így láthatatlanban mondom, hogy szerintem a település történetének első olimpiai érmese. Ez egész biztos, már csak azért is, mert kb. 140-en vannak. Az mondjuk az kemény, igen. De az egy olimpikon. Fantasztikus teljesítmény. Mindenkinek, aki indul meg, aki ott van, persze. Persze, emeltek a díjazásukon, hallottátok? Igen, hát. Mondtuk. Már azt nem mondtuk, hogy, de hogy előkerül, ugye? Azt mondtuk. És akkor mi lett a vége? Azt tudod? Hát azt úgy olvastam, hogy emelnek, vagy emelni akarnak. Igen, emelésről beszéltek, hát akár, hogy ez most jutott az eszükbe, és nem korábban. Nem baj. Hogy jól kellett dörgölni, de a lényeg, hogy több pénzt kapnak ők is. Megérdemlik. Így van, Sűsáp és Mendek között megint áll a sor, a 31-esen. És, megint a reggeliző munkások miatt? Reggeliző munkások miatt, igen. M3 alakul a dugó, és mérnek. Ezt már a végét már nem olvasom be, mert ott is védasztalos ellátás van? Vagy... Mendénél? Hát, de most komolyan. Minden reggel írják, hogy a reggeliző munkások miatt. Ők nem dolgoznak? De majd dolgoznak, hát csak te is eszel, látod. Egy kis teácska, akármicsoda, neki is kell valami. 6-kor kezdenének, de 7 lesz belőle. Hát akkor nem szendvics valószínűleg, hanem valami frissesű. Hogy állunk a játékunkkal? Megnyertük a hetet 3-1. Behúztuk? Én úgy vélekszem, vagy úgy, bocsánat, úgy emlékszem, vagy mi az. Azt mondja, mindjárt nézem, 3-1. Igen, mi vagyunk. 3-1. Jó. Hát akkor nézzük meg, hogy mi lesz a dologból. Jó, lehet jelentkezni játékra. Még egy szépítés azért belefér. Még egy szépítés azért belefér. Mi ez a US Open-en? Történt valami izgim? Nem, hát igazából azok a hírek, amiket... Ma lesznek nagy meccsek, megillantottunk. Igen. Ma azt nézem, hogy fogadsz? Novák, Gyoko, Monfils, Wawrinka, Nishikori. Hát Nishikori. Megteszed? Persze, hát én hiszek benne. Így van. Banzai.
apám minden elfele. Szem ki fog kapni, de óvatosan. Szemmel egy babrinka megveri most. Ez most csak ilyen félrevezetős, vagy ez nem, ilyen ötszettek után a Nisikori nem tud még egy ötszettet végignyomni, mert nem olyan az, a, az idegrendszer a csávónak. És ez az ötszettes Möri, ez szerintem ez kivett belőle. Tehát én Gyoko Vavrinka döntőre tippelek, de hát mert meglátjuk, Vavrinka meg annyira kétesélyes, meg ki meg rossz napja van, akkor meg... Igen, Nisikori negyed döntőkig, elődöntőkig biztosan hozza, általában, na és akkor ott szokott jönni. Igen, viszont Vavrinka meg rosszul kell, és utána meg szétveri a labdát, azt három vesztetszett után gyorsan levonul, szóval, hogy... Erre fogadjál akkor. Oda csörgök a hotelben. Csörgök már, hogy hogy van? Hogy ébredt ma reggel Vavrinka úr? Valaki keresi Vavrinka úr. Vadon János vagyok. How are you, Mr. Vavrinka? Fine, thanks. Okay, thank you. Szóval, hogy igen, nehéz lenne meg. Igen, a Monfils Gyoko az egyértelmű. Bár Monfils is jó formában van. Na jó. Eddig soha nem verte meg. Gyokot? Soha. Hát egyszer, hát ha összekapja magát, bár nyilván nem így lesz. Mert Gyoko erre mindenki vagy lesérült, vagy kiesett, vagy visszalépett, tehát a csávó egyébként, ha nem tudom, 37-ben játszott hatott. Nem vett el. Igen. Jó, neki is lett szerencséje, eddig érted, mindenkit mindig megvert. Hagyjuk, ne bántsuk azért, mert most elhullottak az ellenségei, vagy ellenfelei, van ez egy ilyen kell. És ma már igen, 9-kor kezdődik is az első album, amikor bele lehet nézni. Oké, mi jelentkezzetek játékra? Jó, ha játszanátok velünk, írjatok SMS-t, hogy életjelet adjatok magatokról, hogy valakit vissza tudjunk hívni a játékra, aztán meglátjuk, hogy ki lesz az a szerencsés. Jönnek a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3-7 múlt, pontosan 4 perccel, hello. Mindenkinek jó reggelt kívánunk, itt vagyunk, és 3-1 jelen pillanatban? Így van. 3-1, ugye? Na, megnézzük akkor, hogy mire megyünk a hét utolsó játékosával. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Ági, hello, jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Hello, Ági. Sziasztok. Hello, honnan hívtál minket, Ági? Tatabányáról telefonáltam nektek. Tatabányáról, és mit csinálsz? Igen. Egy kis boltban dolgozom. Kis boltban? Bezártam, igen. De be kellett zárni? Miért? Persze, hát, hogy ne zavarjanak. És most akkor ott állnak a bolt előtt? Biztos nem tudom, bejöttem a raktárba, jobb nem látom. Érdekel? Saját bolt, vagy te csak dolgozó, vagy alkalmazott? Nem, hárman csináljuk barátnők ezt a kis boltot. Aha, és mi ez, ilyen kis vegyes bolt? Így van, mindenféle dolog megtalálható benne. Aha, csak inkább bezártatok. Igen, igen, nehogy összezavarjanak. Mert nagyon izgulok, elsőnek jelentkeztem. Hogy eléggé izgulok. Ha bejön ott egy vevő, hát megkérdez valamit, hogy a játékban vagy, hát az... Hát milyen, mi lesz akkor, igen. Foszlós kalács van, igen, bassz. Igen, az annyira nem lenne jó dolog. Na figyelj, és kivel játszanál, Ági? Hát veled szeretnék, Balázs. Vissza is tettem a vajas kiflimet a tányérra. Remélem, még nagyon álmos vagy. Nem, mert egészen jó formában vagyok most, úgy érzem. Jó neked, én álmos vagyok, de mondom, megpróbálom. Tegnap megittam egy fél üveg rozét, az segített. Jobban alszol, mi? Jobban. Hát, ott lehet, nekem is mindig. Az kellett volna. Lecsúsztam róla. Jó, az néha jó, az kell. Igen. Kert, és így omorra ittam, úgyhogy viszonylag hamar már dajdajoztam is. Ez a legjobb. Igen, jó volt. Úgyhogy a másik felére nem is emlékszem. Igen, az üveg másik felére már nem emlékszem. Na figyelj, menjünk akkor? Igen, mehetünk. Na, Jani? Jaj, bocsánat, csak a kávém. 3-2-1 fire! Na? Hát, én szeretnék mesélni neked. Hétvégén voltam Jézusom. Egy lány búcsún. Igen. Szuper. Ez jó volt. Nem hiszem el. Ez egy nagyon jó játék volt. Tök mások kezdtem ezt a játékot, mondom, most megnézem, mi van akkor, ha csak így elindítom és hagyom. Tehát, hogy így meg se szólalok, és így nézzük meg, hogy mire megy a játék. Jó. Nagyon ügyes voltam. Mégis bejött valaki, és összezavart. Nem csak verik az üveget ki. Van-e vegetta, jött a kérdés, és erre be is bomászott. Mit akartál mesélni, mert hogy ezt már nem nagyon tudjuk. Lánybúcsón voltunk Pesten a hétvégén. És annyira szuper volt
hogy azt arról szerettem volna mesélni, de ezek szerint akkor lemaradtam róla. Hát azért mondhatsz néhány szaftos részletet. Chip and Dale fiúk, limuzin. Így van. A Chip and Dale fiú az a Hotman Dance-ből volt az egyik fiú, akit most így nem kaptam fel a fejem, mm-hmm. hogy ők kik, de... Reklámozzátok is a Morning Show-ba. Igen? Aha. Igen, igen. Csinálnak sót is, és az egyik Havasi Balázs is szoktuk, tehát ez alapján még... Ők nem a mi tehetségkutatóban voltak? Őt mondjuk nem annyira nem nézném meg, de... És te voltál a bőle, te voltál mennyasszony? Nem. A legjobb barátnőm volt a mennyasszony, és akkor most hétvégén pedig lesz az esküvő. Gondoltam, hogy szerzek egy ajándékcsomagot, hogy teljes legyen a hetem. De ez nem jött össze. És a Chip and Dale-es fiúm rárabolt valamelyik koszorús lányra? Ez szerintem nem publikus. No! Hát igen, szóval nem. Engem úgy se veszel senki, szabad vagyok, csinálj velem, amit akarsz. Itt vagyok. Csinálj velem, amit akarsz. Na jobb, oké, figyelj, hát Mági, sajnos ajándékcsomagot nem tudom. Köszönöm, és további szép napot nektek. Köszi, hát viszont, köszönöm. Szia. Sziasztok. Hello. Mekkora közhely ez a limuzin és Chip and Dale, nem? Igen, és látod, mégis megy. Mondjuk itt a fiúk képeit elnézed, biztos van erre igény. Igen, hát egészséges testtudat van. És szikrázóan intelligens tekintet. Fektetnek a fiúk bele energiát, ahogy látom. De hát a Chip, még megy ez a Chip and Dale, ez még megy? Nekem egyszer Chip and Dale soha mesélte, hogy ez felfogadatlan. Hogy hát a Vörös Boroskóla is megy még. Van minden. Hogy ott felfogadatlan, nem hiszed el, hogy ezek a részek berúgott nők, tehát hogy... tulajdonképpen bármi. Igen, tehát örül, hogy pénzt keres, de az élvezeti értéke még nagyobb, ugye? Chip and Dale, már maga a fiú. Azt mondta, sokszor ott marad a buliba. Utána. Utána. Aha. Szóval, hogy azért ott jut is marad is. Mert elmegy az utolsó busza. Elmegy az utolsó busz, és igen, a kökére már nem tud mivel hazamenni. Igen. Na jó van. Hát, ez nem volt egy erős játék, de nekünk ez jó, szóval, hogy az SMS-ben nem derül ki, hogy valaki hogy játszik. Őt hívtuk vissza. Így van, a szépítés összejött, csak mi szépítettünk még. Így van, hát 4-1-ecske, így ez most már. Most már nagyon jónak tűnik. 50 pontosan 7 óra, ha van friss közlekedés hírjetek, küldjétek el. Valaki kiborult. Milyen SMS kellene írni, hogy egyszer visszahívjatok? Sok-sok kérdőjele. Hát. Ő megmakkant, ő kiborult. Hát. Ő eddig bírta. Elvesztett a fonalat, kész, kiborult. Vagytok még így egy páran, de... Bizonyám, sokan vagytok, igen, nem tudunk mindenkit visszajönni. Na, a Szolnoki elkerülő baleset miatt váltakozva használható, a forgalom nem torlódik, ezt kapitány küldte nekünk, köszönjük szépen. János Omarján mérnek a rendőrök, Mosonmagyaróvár felé, ez is fontos, írta Olivier, úgyhogy figyeljen mindenki, mi pedig jövünk a hírek után. Open your eyes. Time to wake up. És most, Klassz FM hallgató! Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után 10 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek, drága hallgatók! Jó reggel, péntek van! És hát jó idő lesz hétvégén, nincs több jó hírem, ennél jobbakat nem lehet mondani. Ez pont nem, elég. Péntek van, és bocsul, és jó, egyszer jó idő is lesz, szóval, hogy nem kell nagyon. Nem kell nagyon más. Tökéletes. Na ez abszolút tökéletesen hangzik. Igen. Még strandos jók a tavaink, lehet menni a Balatonra, Velencei tóra, Tisza tóra, még lehet fürdeni, úgyhogy nyugodtan. Hát ember legyen a talpán, aki még elindul, múltkor is nekem volt dolgom Balatonon hétvégén, egy 2 órára kellett mennem, és olvastam, hogy még délben is 2 órája álltak szombaton az emberek. Tehát elindulsz 9-kös, én egyre meg 2-re érsz, hogy ott legalább van valami, ami áthúz rajta, hogy nem sokára mégis ott leszel a Balatonpartján, mert ugyanezt történik, mert minden reggel mendénél, de ott nincs ez az érzés, hogy utána pedig 2 óra múlva lesz a Balaton. Mártó, Márhek, Márfröccs. Nem. Bizony. Tehát dugó és dugó között is van különbség. Persze, jobb a Balcsi felé állni, tehát az biztos. Igen. Na, nézzük a hallgatói SMS-eket, mit írnak a hallgatóink. Ma utazom görögbe nyaralni. Csuhaja, ír egy hallgató. Egészségedre. Ha, jó utat. Jó utat neked. Írd meg, hogy hova mész Görögországon belül. Meg reméljük, aztán vissza is hoz majd az utazási iroda. Az 510-es főúton a város felé már Dunaharasztitól araszol a szokásos nagycsor Papino küldte. A 4-es út Szolnoki elkerülő szakaszán fölborult teherautó rakománya az úttesten félpályás lezárás mellett halad. A forgalom ezt kamionos Gabi
küldte nekünk. Köszönjük szépen. Budai rakpart tiszta, jó járható. Roberto írta. Valamint azt nézem, hogy a Szolnoki elkerülőn a baleset miatt váltakozó meccs csak a forgalom, úgyhogy dugóval kell számolni. Megjött a csaptelep, képzeljétek el. Naj, de jó, szép, jó. Pontatlan. Nem láttam még, csak írtak rám, hogy megérkezett, lehet, át lehet venni a boltba, úgyhogy már csak egy ilyen szerelőt kell szerválni, aki majd ezt itt beszereli, meg leszereli a régit, mert ez valami álló, úgyhogy nem nyúlok hozzá, mert csak... Az csak. Felszökik a buzgár, csak, és nem tudom elállítani. Csak szakemberrel, csak nem? Csak szakemberrel. És bontásos? Tehát bontani kell. Reméljük. Vagy mi remélem nem bontott, remélem új. Nem, a követ nem kell. Hát a követ nem kell, az már meg kiállt. Az eredet is ilyen volt, tehát az előző is ugyanez volt. Ugyanez volt, persze. Ugyanez volt, úgyhogy csak le kell szedni, ezt vissza kell rakni, vagy föl kell. Csak összeállt benne a cseppkövé, a vízkő. Igen. Próbálkoztál visszamondani? Hogy jaj, hát mégse erre gondoltam, nem ez kell. Nem. Letetted puha a voksodat, ennyi. Puha voltam, nem mondom, visszamondom. Hiába ajánlottak itt föl a hallgatóink különböző csaptelepeket, elmondom, nem ám, puha vagyok. Úgy, igazi úr, látod. Nem álltam bele ebbe egyébként. Főleg, utána a fogyasztóvédelem elmondta, hogy nem is nagyon lehet. Igazi nyúl. Ja, de már, mi azt mondtam? Műsorban összetarálsz egy másik csaptelepet, és akkor elmész, és akkor megpróbáld azt ott visszadiktálni. Bocsánat, szóval... ez nem tarálás, gyerekek. A tudod, mi a tarálás, amikor elmondtad, hogy éhes majd vagy csak figyelj, reggel, tízig, majd csak figyelj, tízig, megmutatom. Nem az a tarálás, hogy te gondolsz. Az a tarálás, hogyha kérsz, érted, ha valaki megírja, hogy Balázs, adok neked szélesen csaptelepet. Az nem, az nyilván nem, persze, az nyilván nem. Az nem tarálás, az egy nagyon szép hallgatói gesztus, amivel lehet élni még. Hát persze, hát most érted. Igen. Na mindegy, szóval megérkezett ez a lényeg, úgyhogy ma átveszem. Átveszem, aztán hétvégén találok egy szerelőt, és akkor... Ez mi, vízgáz? Ez ki? Ez vízgáz. Vízgáz? Igen. Vízgáz, fűtés. Ebből a kettőből belsősorban az első rész. Az elsőre koncentrálja. Igen, a vízre. Aki tud vízet, az tud gázt is? Hát a vízgáz van, így van. Hát lehet, hogy majd a gáz lesz a végén belőle, de... Úristen! Jézusom! Ha ott a 83. Igen. Jó, szóval szerelő az van. Na de mi volt tegnap, azt meséld el. Csütörtök, kérlek szépen. Elindult-e a kísérlet, ugye 9 után felhívtuk BK-t, és hát mindenki ezt akarja tudni, hogy akkor most mi volt. Elindítottátok-e a tudományos kísérletet, vagy nem indítottátok-e? Meddig jutottatok? Azt szeretném mondani, hogy mindenki, de tényleg mindenki próbálja ki. Már az úgy. Tudod, milyen a napod attól, hogy ez megvan beszélve? Hogy megvan, igen. Olyan, esküszöm, olyan, mint egy első randi, amit nagyon-nagyon vársz. Azt hiszem, hogy azt mondod, hogy totál frusztrált. Nem. Hogy annyira, kell. Nem, hogy kell, de mert ez a kell, ez nem ilyen nyomot kell, tehát hogy nem telepszik rád, hanem tudod, hogy este biztos, hogy lesz valami. Tehát nem kell semmi trükköt bevetni, nem kell söndörögni, nem kell különböző dolgokat leitatni, becsinázni. Leitatni, becsinázni, nem kell egyedül megoldani, érted? A bankkártyát beígérni. Figyelj, tudsz rá készülni. Olyan a rákészülés, ez mi? Tehát elmentél egy bozott vágóval az alsó részére, és rendbe tenni a csúnyáját. Így van, most kivételesen meg. Tudod, az, amiben ilyen tamizpörög és ilyen védőszemmel vágják a szegélyvágóval. Hát mire a végére érsz, érted? Majd csak szétfésülte és csipeszelte. És csak azt láttam még, hogy én csapja le a biztosítékot a szegély, az ilyen sövénymágot, hogy így megy le a lámpa. Nagyon rendes volt mindenki, csak mondom, bementem az étterembe, kaptam egy üveg pezsgőt, hogy buli legyen, kimentem a piacra, kaptam egy doboz epret hozzá, én mindenki gyerekek, aztán hajrá, adjál neki, este mondom, hát nem így működik ez a dolog, és az egész napodat átlengi az, figyelj, aki, de tényleg a hallgatóknak is mondom, kössetek egyességet, nem kell egy évre, csak az, hogy reggel mondjuk dobsz egy SMS-t, figyelj, olyan SMS váltások mennek üzenetváltások. Biztos de... akarod, biztos, nem lehet valahogy megúszni, nem. Kimagyarázni nem tudjuk, nem tudjuk, meg kell csinálni, meg kell. Ízottak a vonalak. Mondjuk ez az eper, ingyen krumpli felsál vonal, ez egész. Látod, ha felsált, most kezdtem el érdeklődni. A felsált átveszem, ha kapsz valahol ingyen. Szóval, hogy az egész napodat átitatja, és tényleg nagyon-nagyon jó, és más lesz az este, ilyen kis pajzánkodás van, SMS-ben már készülsz rá, tehát mindenkinek mondom, hogy most azonnal dobjatok SMS-t a feleségeteknek, vagy a férjeteknek, hogy ma este bármi történik, de akkor is lesz. Már ne terelje, ne terelje. Meddig tartott, mennyi ideig mi volt? Hát hogy volt, de mi volt? Hát meséld el. Ez nem volt ízik kritérium. Hát mindent tudni akarunk, pácika figurát értem. Akarunk rajzolni a Facebook oldalunkra, meg az Instagram oldalunkra. Ki akarjuk rakni? A Facebook oldalukra. Tehát, hogy az nem volt a kérdés, hogy akkor ez most egy óra vagy egy perc, hát azért ez mindegy, gyerekek, hát hagyjuk már ezt, hogy ki meddig. Ez nem a hosszra, a minőség, érted? Uh-huh. A minőségre mennél? Persze. Aha. A szerelem. Na.
mellátított. Egy és 20 perc között, sex. 20 perc és 40 perc között, vagy 40 plusz? 20-40. 20-40. 20-40. Jó, 40. Ebben akkor miért, hogy 40-et már nem a 40 jó. Plusz, ez sohasem, büdös érdő nem hiszem el. Hát miért? Az, hát mert nem. Hát, micsoda? Azért, mert együtt élsz valakivel 10 év, akkor már nem lehet 40 nem, percig hát szexelni. Ne, hát legalább egymásnak ne hazudjunk. Persze, tényleg, ha hagyjuk már ezt a másfél órán keresztül, meg ugyan már, ez nem erről szól. Nem is igénylik a nők állítólag, az van már, hogy ez nem. Vagy nem bírják a férfiak, igen. Szóval? Nagyon jó volt. Én tartom magam az egyéves időszakhoz, tehát megyünk tovább. Mi van? Elpatintottuk a gyerekeket. Ma van a gyerekmentes nap. Bizonyám, és pattintottuk egész hétvégére a srácokat. Tehát egész hétvégére ráadásul? Bizonyám. Tehát itt még most bármi lehet, mondjuk nekem van egy-két melom, de mondtam, hogy nem érdekes. Mondjuk ezek szerint elég lett volna csak 3x40 perccel elpattintani a gyerekeket. Na, de akkor most este átkopogok Robihoz. Robi, figyelj, vigyázz már srácokra, amíg mi. Érted? Ebben a 40 percben nem volt az is, hogy megettétek az epret, megittátok a pesgőt? Nem, csak az volt benne, vagy mi másfél 40-ben. Kiültünk a teraszra, szétlocsoltuk a pesgőt, epretettünk, és... Egy szex, egy zuhany és fél trónok harca. Nagyjából ezt így... Meg is lehet. Mondjuk a Feri esetében a sorozat annyira nem, de ez nálunk ez így van. Egy szex, egy zuhany és egy fél trónok harca még. Előtte eper pesgő. Mi még előtte megnéznénk Kálmán Olgát is. Micsoda. Ráhangolódás képpen vagy mi? Ogit szeretjük. Úgyhogy nagyon komolyan ajánlom mindenkinek a dolgot. Nem tudom, hogy mennyi van benne, de most nagyon égünk. És amikor vége volt, akkor azt gondoltál a másnapra, hogy úristen, majd most újra kell, és akkor már úgy volt egy, azért ez még a második nem. Napon kemény lesz, nem? Nem, még a másod, tehát hogy még most még van benne. Még van benne. Na, köszönöm szépen. Ami jár, az jár. Persze, nincs ez. Nem tudom, mikor jön el az a pillanat, ugye, mert egy angol kísérlet után, vagy amerikai után, már nem is emlékszem, indultunk el, és ott, ő elmondta, hogy az eleje az izgalmas volt, aztán 3 hónap gyötrelem következett. Tehát, hogy azt mondta a csaj, hogy az első 1 hét volt igazán jó. Aztán jött egy gyötrelem. És 3 hónapig már azt se tudta, hogy forduljon. De mondtam, hogy tudod, hogy váltót, döntsd el, ha akarsz váltót futni. Le tudom csapni, vagy átadhatod a botot. A stafétabotot? Megyünk mi, aztán megnézzük, mi meddig itt, majd átadjuk Jani. Igen, úgy látom, Viki is hevesen bólogatta. Gyerekek, én tegnap tét nélkül is pár duc voltam, úgyhogy. Mi volt? Gondoltam, felkészülök, átadod a stafétabotot. Egyszer csak szólsz, hogy Mari, egy hete van még, átadom, vidd tovább a kísérletet, akkor érted, kondiba legyek, hogy kell ezt csinálni. Pár duc volt, az mit jelent, rejtőzködő életmód? Nem, felvettem a tigris mintás alsógatyámat, és hasonfekve elaludtam. Jól lakva, megettem egy fél csirkét, és aztán jól lakva elaludtam. Kis szétdobáltad a csontokat, és megvoltál. De valami bizonyíték kell majd nekünk azért. Milyen szóval bizonyíték? Hát valami. Fotózza közben. Nem, hát mit tudom, egy hangjegyzet, hogy amikor nem figyelsz. Egy nedves homlok. Nem figyel, akkor gyorsan felveszed egy hangjegyzetbe. Ez tök jó, csak lerakod így a telefon mellé, és egy ilyen fél perces hangjegyzet, egy fotó, egy videó, egy sötétben, egy ilyen szuszmákolás, valami, egy infrakamerás, mert ezt most még benyaljuk. Meg ez oké, jó, egy, akkor működ. Azért a 6., 7., 8. Én már nagyon szkeptikus leszek, ott már viszont bizonyítékot szeretnék. Nem, megbeszéltük, nincs kamuzás. Nincs kamu, ha mentek, ez 3 napig megy, akkor én mondani fogom, ígyétek el. Már a 3 napig szerintem le a kalap. Tehát szerintem a 3 nap már egy nagyon szép eredmény. Ha az lesz most, hogy vasár, ugye a 3 nap, mondjuk ma meg holnap, az péntek, szombat, az vasárnap kidőlök, hétfőn úgy fog bejönni, hogy gyerekek. Én már hajlongani fogok, hogy megcsinálom. Valamit hozzá. Volt csodás péntek, szombatunk, vasárnapra kiült. Akkor egy fotó a fürdőszobában a készülésről. Valamit azért. Vagy egy kép béka trendi szemüvegéről összerondítva. Valami legyen. Egy szakszóval. Igen. Vagy olyan, hogy tegnapi hallgatónk berohant, ugye, ügyeletre, mert a szemébe ment a történet. Hozzak egy ügyeleti papír. Ahogy trimmelsz, ahogy fésülködsz, ahogy parfümöződ az altestedet. Hát valami kis... Hát arra biztos. Igen, ahogy domestoszod. Igen, vízkövezed és domestoszod az altestedet. Hát valami legyen, gyerekek. Hát valamire szükségünk. Jó, találjuk már, hogy ideig hisszük, aztán utána majd. Én hangjegyzetben nagyon hiszek. De, aha. Béka. Ne, semmi. Nem, a szomszéd. Kussoljat a bár! Adj egy cikit utána! Hangjegyzet. Igen. Persze. A szuszmákolást a izét. Tessék, szerintem az Isten király lenne. Az óriási, szerintem a gyerekek. Rádiomisor még senki nem feltett. Szerintem lehet, hogy lenne belőle balhéd otthon, de szerintem az menőség. Jó, itt a bizonyíték. És ugye a hangba bejátszva tudod. Igen. Hogy halljuk, hogy mondjuk. Én azt imádnám. Szerintem az menő. És nem nincs videó, nincs kandikamera, csak lerakod oda az ágy mellé, hangjegyzet elindul.
az rögzít neked órákat, és abból kivágsz itt egy 5-10 másodpercet. Nem, Jani? Szerintem simán összetudjuk hozni. De rendesek vagytok. Na jó, van. Úgyhogy egyelőre megy a dolog, és tényleg csináljátok meg, mert jó, az egész napod jó tőle. Komolyan. Jó, hát jó, mondom, most egyelőre mész, ameddig tudsz, aztán majd megsegítünk. Jó, feldobom a ízét, így mint esés közben, tehát amikor nagyon futok a váltónál, és a kis bot a kezembe, a előtte futó már elindul, amikor te ez leszel, te Balázs, és akkor valahogy még oda tűszakolom, hogy valamíg add át. A végén add át a botot, igen. Feri szomszédja vagyok, igazolom, tényleg szexeltek. De drága vagy. Azt mondja, hogy igen. Még a végén is a csokra mentek, hajrá Feri. Erzsi. Én benne vagyok, ezt én többször hangsúlyoztam, a gazdatesttel van baj, a befogadó képesség az most. Igen, egy harmadikra még neki? Én 3-4-ig jó vagyok, de a béka azt mondta, hogy akkor keres magad úgy. Igen, igen, a gazdatest feladta? Igen. Mondta, hogy ő nem, eddig volt, eddig igen. Volt kalibrálva? Igen, azt mondja, hogy most ő egy kicsit pihenne, csak akkor meg már kifutunk, de mindegy, jó van, ez szép, ez így. Igen. Csátok, én a második napon tartok úgy, hogy az, hogy nem is tud róla. Már nem tudja, hogy kísérleti nyúl. Tehát ő csinálja az asszonykájával, de nem mondta el. Nem mondta el. Igen. Ezt Dani küldte nekünk. Köszönjük szépen. Balázs, kíváncsi vagy, mint egy vénasz. Gyerekek, hát én a hallgatókkal vagyok, hát nekem kérdeznem kell, az a dolgom. Hát jöttek már reggel az SMS-ek, hogy mi a helyzet. Feriékkel számoljunk be a kísérletről. Ha már szomszéd, beszólt a szomszédom, képzétek el. Na. A két idős házas pár, akik egyébként nagyon cukik és nagyon aranyosak. Jaj, tudom, ott az áthulló gyümölcs, áthajló ág. Azért én azt éreztem, hogy az nem lesz egy ilyen felhőtlen kapcsolat kettőtök. Hát olyan messze van a kerítés tőlük, hogy nem a házak. Képzeld, szóvá tették, hogy annyira nyikorog a garázskapu, vagy a bejárati kapu, hogy nem tudnak aludni, és legyek szíves megcsináltatni. És nem tudtam ezt a dolgot mire vélni. Egyrészt tudom, hogy nyikorog. Uh-huh. Mit szólnak? Én nem indul a dolog, hogy tudom, hogy nyikorog, engem is zavart egy ideig, de megszoktam. Tehát, hogy higgyék el, egy ideig én sem tudtam rá elaludni, se felkelni, de aztán sikerült. Tehát finoman jelezték, hogy úgy elegük van ebből, és most csináltassam meg, mert ők nem tudnak visszaaludni hajnalban, amikor én elmegyek. Hát de nem is állsz benne a garázsban. De a kerti kapura gondoltak, ja, kinti, szerintem, aha. Mert hogy az is nyigorod. De ennyi év után, hát mióta laktok már egymás mellett? Hosszú ideje, és tök jó a viszony, mielőtt pár még bulvárlap megírná egy rossz a viszony, hogy Balázsnak rossz a viszony, szóval nem így van, olyan kedves, aranyos, helyes idős házaspár, de jelezték, hogy legyek szíves megcsináltatni. Most mi van, engem nem zavar, vagy nincs kedvem? Hát. Vagy nem tudom megcsináltatni, mert mondjuk a keríti már befújtam ilyen VD40-nel. És akkor is. Lehetetlen volt bármit csinálni, olajoztam kentem. VD41. Tessék? VD41-et? Emeld a tétet. Van ilyen, hogy VD41? Megveszem. Figyelj, mi lenne, hogyha visszavágnál valamivel? Téged meg zavar a Zárai Vámosi. Igen. Igen. Komolyan tényleg bajba vagyok, mert egyszerűen nem tudom, mit csinálják. Már azon gondolom, hogy nem tudom megcsátatni, akkor veszek nekik füldugót, vagy átszólom. Tudom, hát ez egy finom célzás lenne. Ez egy finom gesztus? Persze, vegyél valamilyen elit desszertet, elmész valahol, és veszel egy ilyen, mit tudom, ilyen szíves kalakú desszerteket, és akkor mellé még oda csomagolsz. De akkor azt hiszi a néni, hogy ki akarok vele kezdeni. Darab, ez mindig is, úgyis azt abban remény, hogy kétszer két darab munkavédelmi füldugót. Ne drágát, ócsót. És így finom célzásképpen ezt így adod nekik, hát ha veszik a lapot. Milyen hangnemben beszéltek vele? Tehát érezted, hogy most nem már nekem szóltak, nem nekem szóltak. Na hát az meg az már milyen. Nem nekem oda, szóltak, azt hiszem a BBC-t nekem említették, hogy legyek már szíves megcsinálni. Igen, de megijedtem. Úristen, leraktam a telefonomat, és leraktam az egérre, és ezt beleszállt a fülemről. Itt nagy a baj. Ez az öncsengő hangjuk. Már jönnek, itt vannak. Atya Isten, de megijedtem. Szóval a BBC-t ennek szólt. A BBC-t ennek szólt, igen. Aki csak annyit mondod, hogy néhányszor használtak a kurafiszót. Nem voltak nagyon mérgesek, de... Igen, emelkedett hangban ugyan, de... Figyelj, akkor nincs gond. Ez együttérés nem erről szólt. Kicsit én is vállalom, ami engem zavar, és ők is. Hát most, ha nem tudom megcsátatni ezt a rohadt kaput, akkor mi az Isten csinálja? A motorcsere, kapucsere, a görgők nyikorognak valószínűleg. A görgők nyikorognak, hogy ugye megy el a kapu. És odaálltam, és ez a spritzeres védével, figyelj, én kifújtam egy fél flakon, de hogy így már mindenhova, konkrétan a tujjára is mindenhova. és hát tényleg baromira. Már a tujja sem nyikorog a szélben. Ahogy fújja a szél, igen. Szóval, hogy nem tudok valamit csinálni. Most írjak egy ilyen elnézést kérő levelet? Hogy drága szomszéd, dír mama, dír papa, ne haragudjatok. Annyira nyikorok, hogy nem fogtok tudni aludni, nem tudok mit csinálni. Lehet, megírom neki. A gyerekkel menj át.
Az mindig jó. Az mindig az jó. Tárforó almás pitével. Igen. És süttes a másik mamával, aki szokott neked bérbe sütni, és azt vidd át nekik, vagy küldd át a Benit. Átmegyek, és azt hiszem, ez az almás pitét nagyon finom, de ebből nem adok, nem azért hoztam, viszont azért jöttem, hogy nem tudom a kaput megcsináltak. Mi lenne, ha egy nagyobb zajjal elnyomnád? Ez egyébként jó ötlet. Tehát reggel, amikor indulsz, és kapunyikorgás van, akkor mit én nagy hifi. De én nem szólok, hogy ők lombfúvóznak például. De nem hajnalban lombfúvóznak. Hát nem hajnalban lombfúvóznak, de ahogy leesik egy szál levél, azonnal jönnek, beízítják a lombfúvót, és fújják. Nagyon durván. Tudod, és az öreg megy, igen, és akkor kerget egy levelet át a kertben. Szerintem valami sorversenyt játszanak egyébként, én rájöttem, hogy szerintem ezt időre kell csinálni. Figyeltem őket egy ideig az ablakból. Én szerintem itt, mert aztán átadja a maminak a lombfúvót, és akkor mami is kerget egy levelet. Egyet. Mondom, hogy hirdessetek nyertes gyerekek, mert így egyikünk se az. Tehát ez így nem lesz jó, hogy lombfúval sorversenyt játszatok, de nem szólok, mert azt gondolom, hogy ez toleráns, hogy toleráns vagyok. Hát ez bele kell, hogy férjen. Hát figyelj, ez még azért kevés a feljelentéshez, meg a csendháborításhoz, hogy mit tudom, naponta kétszer vagy háromszor be, meg kimész a kapum. Ott más lehet a igen, gond. Annak keményebbet kell. De hát a jó szomszédi viszonyt meg csak meg kéne őrizni, mert az a baj, hogy ez a pici, ez most elindult, és el fog mérgesedni. Tudod, utána már az lesz, hogy na, az átlogó fádról a levél odahullott hozzájuk, nekik is azt is nekik kell föllomfúvózni. Tehát ez csak a kezdete valaminek. Most vagy megbarátkozol velük, és megoldod, vagy vége. Egyikőtök el fog költözni. Tehát ez egy háború, akkor köztem és az idős házaspár között. Még nem, igen. Ez egy óvatos kis tapogatózás, de ebből óriási harcok lesznek. Menj át és jelez nekik. Egyikünk el fogja költözni, de mi biztos nem. Akkor viszont tudják, hogy ki. Na mire, jól megpróbálom megcsináltatni, csak hogy kicsit rosszul esett. Tudod, hogy én úgy annyi mindent elnézek, meg olyan toleráns vagyok. Én sose szólnék semmiért. Egyébként. Hát ők se neked szóltak egyébként, ez is egy ilyen jelzés. Úgy éreztem, hogy megtámadták a kapcsolatunkat. Tehát ez most egy hadüzenet volt. Beleköltek a levesbe. Hadüzenet volt, úgyhogy kiástuk a csatabárdot, és akkor elvermeljük magunkat, lövészárkotásunk, és akkor elindul a nyílt háború. Dobálját hozzájuk hintről. Tényleg, az jó. Az segít, a szomszéd a szemétát dobálás, az nagyon szimpatikus. Hova dobjam abba a kukába? Ezzel megoldod a problémát. Hogy legyen elfoglaltságuk, tudod, és akkor azzal fog törődni, mert úgy kell bedobni, hogy nem a ti telek határatokra, hanem előről, az utca felől, és akkor azt hiszi, hogy valaki más dobálta be, és azzal eltelik az ideje, hogy ott izé húhanyázik, hogy nem, már valaki megint ide dobta a szemetét. Így van. Érted? És akkor nem foglalkozik a nyikorgó garázssal, vagy kertkapuval. Tehát valamit adni kell neki, amint tudnak rágózni. Igen. Kezdj sokkal, nem rohad valamilyen dög hátul a kertbe? Nem, de fog. Pedig oda dobtam. Tehát azt mondod, hogy nyílek egy macskát és dobjam át. Ne, azt nem megértse. De ha találok egy halott. Egy kiló pálpusztai sajt megteszi szintén. Nem. Életeket ne áldozzunk fel azért. Ez a szomszédszivatás egyébként jó. Pont a Velveten olvastam nemrég egy cikket, ahol összeszedték egy korábbi cikkük hatására, amit talán a Júli is behozott még hetekkel ezelőtt, a legizgalmasabb üzenet falon lakótársnak. Tehát én erre is gondoltam, hogy milyen lenne ezt kiírni, hogy drága lakótárs, ne arra, úgy a kapum hangos, kérlek szokd meg, és ne reklamálj, vagy szólj nekem. Kertváros. Igen, ez még kertváros, de fura lenne. Hát átdobok egy ilyen csőpostát. De egyébként, na, ha már beugrott ez a rúzsflórával élő sajtot, ablak fölé, eresz csatornába. Persze, mászol föl a házukra, és jönnek azért. Hát lehet csúszni. Jönnek azért, és azt látják, hogy csúszdival. Kérdezed, hogy minden reggel, amikor kinyitják az ablakot, hogy szellőztessenek. Te voltál, Margit? És megint? Igen. Egyébként nagyon jó levelek vannak, visszatérve mondom, amit a Velvet is összeszedett, csak behoztam egyet-kettőt. Valami hasonló stílusban egyébként én is ki tudnám írni. De lehet, meg kéne várni, míg ők dobják át nekem, és akkor úgy indulná el az igazi hadüzen. Van például egy ilyen, szenzációsan jó, ez arról szól, hogy valaki hangos, és tanácsokat kap, hogy hogyan legyen halkabb, mert hogy a szex miatt nem tudnak aludni. Fogjátok be főleteket, picit ronda lesz. Kedves hangosan, a szólakotás. Szóval levél, nagyon jó. Kérnénk szépen téged, hogy az ablakon kifelé nyüszögés, jajgatás, lihegés, nyögdécselést, Szeles Mónika nyögést fejezd be. Ez van egy, ugye ez egy társasházi levél. Bizonyára... Ezt Velencéről küldték ma reggel? Nem mi voltunk. Bizonyára a nagyon vózó nőstény egyet felé intézem most levelem, mert a rendszeres
Lötyet here csattogás jelzi a lakóközösségünk felé. Innen gondolom, hogy valaki vagy valakik még nem unják kegyedet. Ellenben velünk. De meglehetősen személyeskedő, igen. Néhány ötletecske, te kis csíra. Csupra az ablakot, dugjatok máshol, ne csak az ágyban, mint a nyúlgerek, költöz tanyára. Amilyen hamarosan nem észlelünk változást, ellenben nyökögést igen, úgy a főbérlőtől kell, hogy értesítsük, a főbérlőt kell, hogy értesítsük ezen problémáról, legyen az hajnali 3, éjjel 11, vagy vasárnapi ebéd ideje. Ebben a hangnemben végül is nem rossz egy levél, hát, nem? Nem rossz. Igen. Vagy jött egy másik, ez is a Velvet-szett össze. Kérjük, hogy a szexuális életét nyitott ablak mellett hangosan élő párok legyenek kedvesek intim együttléteket. Intim módon lehetőleg zárt nyílászárok mögött folytatni, mivel a ház nem swinger klub. És a lakóközösség érdeklődése nem terjed ki mások nem életének ilyen fokú megismerésére. Na neki nincs nem élete, vagy Feri? Aki írta. Annak nincs nem élete. Nem, mert azt szokta bántani. Hát ha most, mindig van egy pici igen, kérdés. Ha most ők egyébként egy állandó pár, tehát nem az van, hogy ott a nő különböző fizetős vendégszolgáltatást üzemeltet, érted, hanem mindig ugyanaz a férfi, ugyanaz a nő van, hát hagy szexeljenek már, hello. Hát ne irigykedjél, azért városi, is ilyet írni. Városi lakótárs kírta a következőt, figyelj, tisztelt lakótárs. Remélem járt annyit iskolába, hogy el tudj olvasni ezt a levelet, ám bár erre nagy pénzt nem tennék fel egy fogadóirodában. Minden lakótársat örömmel töltelje el az, hogy ön egészséges ember, és ennek naponta bizonyítékát adja. Készséggel elhízzük azt, hogy ön új palota kasszanovája, sőt a falu bikája, anélkül is, hogy ennek bizonyítékait, a használt obszereket az ablakon keresztül a kertbe dobná. A tanyán, ahol valószínűleg eddig élt, az ablakon keresztül kidobált dolgokat összekapdosták a lábasi országok. Imáron beköltözött a városba, és másként kéne viselkednie. Javaslom, hogy amikor legközelebb óvszert vásárol, akkor vegyen mellé egy teker szemetezsákot is, és abba próbálja gyűjteni szerelmi életének elhasznált emlékeit. Ja, ez egy 2016. 9.4. Üdvözlettel egy város lakótárs. Jó. Egy városi lakótárs. Itt ez jó irány, mert túl szofisztikált, túl intelligens a levél, az képest milyen primitív az, akinek aki szól. Kivágja az óvszert az ablakon. Hát. Úgy látszik, ez egy örökérvényű téma. Nem? Ez a lakó, a szomszéd és a csendháborítás és a zavaró lakótárs, ez egy megúhatatlan dolog. Ez mint a kutyamacska háború. Amíg szomszéd van, addig háború van. Igen. Nem? Valami indoklatlan dolgokra kell válaszolnod. Valami olyan, ami jelzés is az irányukba, hogy oké, okay, persze, ezért összekacsintasz velük, de ajándék is egyben. Beszélnünk kell a Stiller, kapniuk kell. Egy nagyon nagy teljesítmény. Lobfúvót. Figyelj, ha minden igaz a Stiller, most jön az őszi turnénkra, akkor kérek tőlük egy lobfúvót. Picit jelzed, hogy azért ott is vannak problémák, de ugyanakkor meg le is kötelezed. Ja, és nem fog szólni, hogy igen, nem fog tudni, és jaj, ettől a nagyon a gesztustól zavarba jön, de ugyanakkor érzi, hogy hát ez valójában egy célzás arra, hogy ja, hogy vigyek egy halkok fúvót neki. Leteszem karácsonyra így a kertjében. Az egy kis ajándék. És akkor onnantól kezdve már ciki lesz neki szólni, hogy nyikorol a kapud. Tehát egy nem fog szólni, kapott egy jó fújót, azt hadd szólja. Igen. Na jó, meglátjuk. Jól van. Mit mond, órát játszunk? Maradt még valami? Mi maradt még? Mert kettőt előttünk. Ugye szólásmondás. Szólásmondásunk megmaradt? Az sincs. De valami változtatás volt. Jó, jelentkezzetek játékra, ha szeretnétek. Jó, várjuk az SMS-eket. Lehet írni nekünk, ha játszanátok. Mi pedig jövünk a hírek után. 7:30, pontosan 5 perccel jött egy nagyon friss közlekedési hír, ami talán fontos lehet. Az M3-as kezd bedugulni, mert a Szerencs utcánál megint van valami. És hát ha látjátok, hogy mi, azt írjátok meg nekünk. Jó, hogy ennél egy picit konkrétabbat tudjunk mondani. Jönnek a hírek, aztán jövünk vissza már is 7:30, pontosan 5 perccel. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:48 múlt, pontosan 3 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Imanyi, hát Imanyi nélkül nincs péntek. Hát egy csodálatos. Imanyi. Nagyon szép volt. Van valami magyar felmenője Imanyinak, szerinted? Vagy Imánynak? Imány. Imánynak. Hát igen. Zimány Linda, csak elhagyta, hogy elköltözött. Tehát a Zimány egyébként családból. Akkor egész jó számot igen. Írt akkor azért ez ahhoz képest, hogy... Ha Lindus írt, az nem rossz. Imány, nem? Annyira magyaros. Ránézel a monitor, és azt látod, Imany. Hát ez akár bármi lehet. De talán egyébként annak a hangulata, az nem rossz. Na, azt mondja, hogy egy-két SMS csak, ugye itt a Velvet cikkéből szemezgettünk, és én is meséltem egy személyes történetet, hogy ki mit írt már ki lakótársnak, illetve pontosabban ki hogyan próbálta meg bizonyos dolgokra felhívni lakótársa figyelmét, de előtte egy pici közlekedés. Egér út befelé arra szól, kerülje, aki tudja. Gyapjas, köszi, hogy elküldted. Budakeszi elesett, mint János bácsi a csatában. Aki teheti, kerüljön, vagy maradjon is otthon. Hát ez
elesett János bácsi a csatában, ez annyira rossz, hogy már jó. Tök nagyon retro. Igen, nagyon rettenetesen. Rettenetesen retro, igen. Bali tegnap ilyen volt leadva az egyik Alindás interjút. Nem egyszerű a csaj, de nagyon jó volt. Ez a hírtévés interjú lehet? Ez még ismétlik, még mindig a hírtévén, te jó Isten, olyan mondom, jó, kiesett valami műsor, és valami betáról elindították, hát az már egy fél éves beszélgetés. Esik a nézettség, mit tegyünk be, Balázs? Igen, mondjuk ez a nem egyszerű a csaj. Hogy nem egyszerű. Hát, keményeket kérdez, de rámenős riporter, keményeket kérdez. Én nagyon szeretem. Nagyon felkészült, tehát azok közé tartozik, azon kevesek közé tartozik, akik tényleg utána is néznek a riporterajnak, és nem csak úgy beszélgetnek vele, hogy aztán beblöfölgetnek dolgokat, elképesztő módon. Igen, Linden. Felkészül minden egyes vendégéből. Nagyon jó. Igen, ő nagyon jó. Szeretjük is egyébként. Későn van a műsora Lindának, hogy nem tudom egyszerűen megnézni. Felvenni. De azt meg mindig elfelejtem. Úgy vagyok tőle, mint Kálmán Olgával. Mikor kezdél, már megyek aludni, érted? Hát, puszi, Olgi. Olgit is szeretjük, igen. Nem tudjuk ki, hogy soha. Igen. Na nézzünk egy-két társasházas SMS-t, csak hogy kinek hogy gyűlt meg a baj a szomszédjával, ki mit írt ki, mert hogy van egy-két SMS-ünk. Azt mondja, hogy csak nehogy úgy járjanak a szomszédok a füldugóval, mint a néni a hüvelykuppal. Ja, igen. Jaj, pityukám, látod, milyen rendes gyerek ez a Balázs, a csoki mellé még gumicukrot is hozott, bár kicsit fura az íze. Igen, tegnap előtt foglalkoztunk a magyar egészségügyel, azon belül is a törzs kartonnal, amire fél órát kell várni, és elmesélt egy hallgató, hogy ezt ő hallott ez a beszélgetés, hogy Patikában néni szólt, hogy adjanak már kicsit kisebb hüvelykupot, mert nagyon nehezen tudja lenyelni. Igen. Akkor viaszosat kell, nem szivacsosat. A viaszos az egy idő után elfogy. Igen, jobban csúszik, jobban is csúszik, igen. A vattás az egy picit durva. Nekem a szomszédom mindig vasárnap 11 és 13 óra között nyírt füvet fűkaszával, vagy stillel fát vág. Egyszer szóltam, falun vagyunk, szokd meg. Ez volt a válasz. Na ez is bunkó. Tehát, hogy de az vasárnap délben ott ülsz a jó húsleves rántott hús mellett, nem? És akkor... Hát, de vágja 9-11-ig. De hogy vagy... akkor, de most bocsánat, picit hagyd menjek már a másik oldalra, hogy akkor nem menjen körbe az utcába, és kérdezze meg, hogy kinek mikor jön, és aztán pedig abban az időpont meg valami kevesebbeknek. És ha hétfőtől szombatig mondjuk melózik, akkor tök jó, nem a vasárnapa van, vagy nyilván össze kell vágni a fát, le kell vágni a füvet, de hogy a vasárnapi ebédnél lesz hallgatod, érted, ott a csendülő ezüst kanál a por. Ha én elkáposztanak, még a szagát is utálom, maga meg mindig nyitva vagy az ablakon, amikor ezt főznek szombaton. Na te vagy az igazi hülye szomszéd, te vagy az. Aha, én szeretnél te olyan szomszédot, mint amilyen én vagyok. Aranyi rendes hát, vagy, mennyi vagyok, hogy aztán a végtelenségig tűröm minden. De csak ennyi, hogy vágjon fát, 9-től 11-ig, ha 11-től 13-ig vágott, nem fát. De ezek szerint már fát is vághat. Van benne van az SMS-ében, hogy stille vágott fát, meg füvet. Megállja, visszatértél a stíl miatt. Így van, igen, én olvastam be mindig, nekem ezért. 9-től 11-ig ugyanúgy meg tudja csinálni, nem? Vagy akkor még alszik? Robika írt, hogy ott vedd meg a házukat, igen, és dózerold le. És ha akkor volt hideg, akkor fogyott ki. Érted, akkor fázott a gyerek. De vedd meg a házukat, és dózerold le, az elég jó. De az jó, hát az okos. Igen. Azt mondja, hogy kös egy láncfűrészt a kapura, hogy amikor felnyitott, beinduljon, az majd eltereli a figyelmüket. Dobd be nekik egy aranyalkony prospektust. Igen, nekünk egy másik hallgató, de elkedveljük őket, szeretjük őket, ha helyesek a műsorok egyébként. Ezt most okon vettem, de nem baj. Még amúgy vannak tényleg olyan szomszédok, akik aztán tök hogy mit csinálsz, az is zavarja. Tomi nagyon jót ír, spriccelt vízzel a szomszéd zsanériait, hagyj nyikorogjon az is. És akkor kvittek lesztek. Ez egy jó ötlet egyébként, csak laggal átlacsolni, igen. Ha nem műanyag. Igen. Ez csak sima görgőcsere lesz, akciós görgők nálam féláron csak most, jó? Ezt jó, már nem nyalom. Okay, igaz üzletember vagy. Igen, na, rajtam már sokan próbáltak azt húzni. Legutóbb egy csaptelepes volt, úgyhogy háromszoros áron vettem csaptelepet, mint ahányzat lehetett volna. Na én egy, köszönjük szépen az SMS-eket. Egyetlen egy kategóriánk maradt, méghozzá egy szólásmondásunk. Úgyhogy aki pénteken játszik, az nincs könnyű helyzetben, mert hogy nem tud már választani. Ugye? A kérdés pedig az, hogy mit mond óra? Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mit mondok visszafelé. Vásítjellán, mime? Aki válaszol... Halló, jó reggel! Szép jó reggel, sziasztok, Szilvi vagyok. Szia! Szilvi! Hello, Szilvi, honnan hívtál minket, Szilvi? Hát Budapestről. Budapestről. És mit csinálsz itt Budapesten? Hát ételt szállítok ki, ebédet. Ebédfutár vagyok. Ebédfutárként dolgozol. Jó korán kezd, mi?
Hát eléggé, igen, viszont korán is végzek. Érződik a hangodban, van lendület. Van benned vitamin, igen. A korán az mit jelent, hánykor? Hát, korán. Nagyjából amikor ti szerintem. Hát... Fél ötöt körül szól. Hát úgy, igen, ott körül, abban a magasságban. Ez nagyon jó. Na figyelj, van egy szólásmondásunk, ez maradt. Nagyon jó, hát én erre gyúrtam egész héten, úgyhogy tényleg? Remélem, hogy fog is menni, igen. Milyen szólásmondást akartad kifejezetten ebben a játékban? Így van, igen, írtam tegnap is, meg azelőtt is, mert a gyerek véget gyúrni kell a bögrére. Ó, saját gyerek? Igen. Hát azután találtam, aztán úgy gondoltam, hogy akkor maradjam. De hangod alapján nem gondoltam volna. Mekkora a gyermek? Hát 11 és fél éves most. Jézus Mária, 11? 11? Igen. Hát ez komoly. Hát akkor nagyon fiatalon jött, vagy nagyon fiatalos a hangod, vagy te vagy nagyon fiatal, vagy... Hát is talán. Nem derült ki, és nem büntették. Hány évesen szülted? 21. A humánusabb kérdés, mint a megkezdem, hány éves vagy. Hány évesen szülted? Utána számolod. Hát egy kicsi matek kell hozzá, igen. Hát akkor nagyon korán jött. Hát nézd, igazából én ezzel úgy vagyok, hogy nincs sehol leírva feketén-fehéren, hogy mi a korán, meg mi a későn. Tehát én azt gondolom, hogy van, aki soha nem érik meg arra, hogy anya legyen, agyban, és van, aki viszont már akár 20-22 vagy 19 évesen is. És együtt vagy még a pasival? Nem, elköltöztem tőle. Na, mondom én, hogy korán jött. Aha. Neki, nem nekem. Hát azért 21 évesen az ember szül élete szerelmét, gondolja az élete nagy szerelmének, az 3 évben már nem úgy gondolja. Tehát, hogy sokszor látok ilyet. Igen, ő költözött el? Én költöztem. Te költöztél el. Eleged lett belőle? Igen. Úgy gondoltam, hogy így mindenkinek jobb lesz, és jobb is. Nem volt még kész a gyermekre, gondolom. Tehát nem. 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 Jól érzem. Nem, egyáltalán nem. Hány hónapra jött? Meddig szabott? Már most akkor ismerjük meg egymást. Hát mondja, minden, persze, hát minden tudni akarunk. Na figyelj ide, mutatjuk akkor, jó? Jó, rendben. Nem lesz nehéz egyébként, óra indul, figyelj, így szól. Mutatjuk. Jólod, irebme, indevét. Tévedni emberi dolog. Ennyi ez az. Jó vagy. Megvan a bögrák. Indevét, ez volt ugye a véget tévedni emberi dolog, csak a végét kell kitalálni, és megvan. Igen. Jó, de nagyon örülök neki. Hogy hívják a gyereket? Martin. A kis Martinka akarta a bögrét? Hát ő is, de szerintem majd lesz belőle egy ilyen kis felosztás, mert én is bögrefetisista vagyok. Hát akkor azt meg kell osztanotok egymást. Majd megoldjuk. Hát nagyon jó, nagyon örülök neki. Jól van. Oké, köszi akkor, hogy játszottál velünk. Küldjük, jó? Én köszönöm szépen, köszönöm. Sziasztok. Köszi, ciao, hello. Na, hát ha nem kezdünk maradatot, ez csak engem zavar, írja valaki nekünk. Köszi. Szembe ül velünk. Így van. Nekem szólt, én kezdtem sokszor, hát a... Én nem. Én hogy is hívjákozni szoktam, és most nagyon figyeltem rá, hogy ma ne legyen. Ez akkor szokott bekövetkezni. De hogy is hívjákozol? Igen, te hogy is hívjákozol? Igen. Az első kávé. És utána? Utána már nem. Mindig, amikor ilyen fáradt vagyok, amikor tompa vagyok, akkor szoktam így keresgélni a szavakat. Na, utána majd, már nem. Nem. Utána már ezzel sem foglalkozom. Utána már annyira nem találod meg, hogy utána már minden mindegy. Igen, jó, parancsolj, csak fáradt kell a budira. Még se így csináld. Trafi van az M5-ösön, a 145-ös kilométernél. Budapest felé vigyázom mindenki. Szeged felé most állt be a háromlábú a 44-es kilométerén, szintén az M5-ösön. És Budakeszin óriási dugó, ezt már többen külditek, vége kész, seki sebe, Budakeszi eleset meghalt, seki sebejutás. Tehát Budakeszi embargó alatt nem lehet bemenni, kimenni. Nem tudjuk, mi van, ha látok valamit, írjátok meg nekünk. Egér út befelé szintén arra szól, kerülj, aki tudja, és lánckenő zsírt kell tenni a kapura. Köszönjük szépen a tippet. Tehát zsír, gépzsír kell oda azt. A VD40 kiszárít, azt írják sokan, hogy az nem jó. Az nem jó. Igen. De nem az volt, hogy bármi van, fújt be, és megoldja. Ez egy ilyen csodaszer. Ha kiesett az amalgámot, fújt be. Ha fáj a fogad, ha beszorult, fújt be. Tetvesedik a tuját, fújt be. Tehát az egy ilyen csodaszer volt, nem? Hogy mindenre azt kellett fújni. Erre most kérdezik, kapura nem jó. Meg kiszárad. Tisztít, korrózió ellen is véd, olajoz. Én ezt tudtam a VD40-ről, de nem. Láncgörgőzsír, igen. 2 perc a 8 óra, ha van friss közlekedés, híretek küldjetek, mi pedig jövünk a hírek után. Öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en.
8 óra után 13 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek, drága hallgatók! Folytatjuk. Péntek van, jó idő van. Hát ez mindenképpen meg kell tapsolni. Meg kell tapsolni. Várjál, ezt közel állítjuk. Itt van most már 10 szóltok. Várjátok, ezt megállítom. Csak egy pillanatot kérek, még egy pici kicsi türelme. Most két vagyok. Vonal egymás mellett. Mit mindenben most mindennel. Mindenben mindennel. Na, azt mondja, hogy... Atyaisten. Nyugi van az utakon, azt látom. Igen. Budakeszén már nincs nyoma balesetnek. Átjutni a városon Budapest fél kb. 35 perc. Úgyhogy baleset nincs, de dugó még van kitartás. A 4-esen és a 42-es úton az összekötő szakaszon kint a háromlábú Dani. Köszi, hogy elküldted. Csorna kórház baleset, kezdődik a buli. Budakeszi seki, sebe, se nyő. Köszönjük szépen. Jó, ötös. Azt mondja, hogy Joko Bonfils lehet, hogy egyértelmű, de Bonfils ezen az a US Open-en még nem veszett szettet. Köszönjük szépen. Egy reggeli témánkra reagált egy hallgató, mert hogy reggel beszéltünk teniszről, de jobb később, mint soha. A 471-es úton, a főúton Hajdúsámson és Nyírgelse között, remélem jól mondom, 8 jelzőlámpa lassítja a forgalmat útfelújítás miatt. Jeszi papa küldte nekünk, köszönjük szépen. M7-es 84-es kilométerénél fotóznak Budapesti alsó rakparton. Kiválóan lehet haladni, és hát nagyjából ennyi tulajdonképpen. De most nézem pont ezt a Nishigori Murajt. Nishigori Murai, ez már volt. Aha. Ez ismétlés? Hogy, na mindegy, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy ezekbe a gyerekekbe nem szorult annyi intelligencia, hogy azokkal a drága kis fiatalokkal, akik ott rohangálnak, rendesen bánjanak már. Az előbb is ez a Muraj hátradobta a labdát, mert van neki 3 labdája, ezzel látszik, hogy sokat keresnek, tehát hogy nekik egy labda nem elég, van nála 3, és nem figyel oda ezekre a kicsikre, akik ott szedik a labdát, olyan ilyen hányaveti pökhendi módon csak úgy eldobja, és ők rohangálnak, hogy ott nem kéne odaadod a kezébe, hogy tesó, fogd már meg, amíg a következő szervánál kell ez a labda nekem. De mindig kicsi, megkéred, bocsánatot kérsz, megsimogatod. Megsimogatod, hogy de aranyos vagy, de tényleg, nem? Nézd meg, oda rá se néz, az meg ott rohangál a törölközővel, meg a labdával. Szörnyűek ezek. Azt mondják, hogy az intelligens sport ez a tenisz, ez a fehér sport. A sport az, Feri, csak aki nézi, az nem mindig. Ja, ezt mondjuk igaz. Tehát, hogy így nem a sport, nem biztos, hogy a sporttal van, nem biztos, hogy a sporttal van a baj. Vagy egy ízi pacsi haver. Nem kell, nem azért, nem azért vannak ott. De mi van nálam? Nem tudom, mi van nálad. Na, mi van nálam? Hát én már félek, hogy mi van nálad, mert általában nem sül el jól, ami nálad van. Mi az? Egy újabb. Hagyjál már most, hogy tényleg léci, Feri, hagyjál ezzel békén, kérlek. Ez biztos, hogy meg fog gyulladni. Léci, ne csinálj. És ha ez nem lenne elég, akkor egy másik fajta zacskós leves. Úristen, megőrül. Feri, megőrül, gyerekek. És itt van egy... Ja, ez micsoda, Viki? Egy... Nézd meg, van még egy. Tessék. De minek, Feri, engedd el ezt a dolgot. Ez nem robbanni működik. Fog, értitek? Robbannia kell. Az volt a kísérlet, talán emlékeztek még rá. Végre rászabadultam. A netre csodák vannak rajta, és állítólag van pornó is, de azt még nem találtam meg, de nagyon keresem. És az van, hogy meg lehet gyújtani. De átvágtak, vedd észre, hogy átvágtak. Hoztál egy hülye kísérletet, mert bevezették Feriékhez a netet, megnézted most már, mi ott van a Szalacsi Karcsi, vagy Ulcsi bácsi, meg a polgármesteri hivatal, tehát látsz új videókat, ami számodra új, és itt a por. Itt van az ízesítő por. Ez igen. Most robbanni fog. Csak mondjuk, hogy mi történt, Feri ugye meg akar gyújtani egy zacskós levest. Legalábbis annak a por tartalmát, mert látta videó, mióta bevezették a netet Velencébe, hogy egy fiú csinált egy ilyen kísérletet, hogy milyen szemetet teszünk mi meg az ilyen zacskós levesek által. Ezek az kínai ilyen snack levesek, ugye? Igen, tulajdonképpen. Ez hivatalos, nem ezek a tyúkús leves, meg májgaluska. És ott abból a tésztát kiveszed, és ha csak a por gyújtod meg, akkor a fiúnak ott elkezdett égni. Megdöbbent, mint egy ilyen tűzi játék vagy rakéta, amivel azt akarta szemléltetni, hogy tudjuk, hogy mit akart, hogy mi, hát hogy mennyi gonosz, rossz személy dolgot teszünk meg. Feri 3 napja zsibbaszt minket ezzel a kísérlettel. Én nem hajlandó felfogni, hogy nem fog meggyulladni, Feri. És van olyan, mint egy ilyen durcás kisgyerek, aki addig megy, a sokadik pofon után, meg sarokbaállítás után, amikor már tényleg nagyon kihúzza a gyufát otthon. Nem? Hogy legyen még valami nagyobb büntetés. Nekem te dumálhatsz, a tudomány alapja a kísérletezés. Aha. Itt van a következő, már mutatom is, gyönyörű. Feri meggyújtotta a gyufát. Gyönyörű a gyufa. Figyelj, 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 figyelj. Hozzáérintette a porhoz. És most... Aha.
Nézd meg! Ugyanaz történik, ami az elmúlt két napban. Nézd meg! Drága hallgatók, semmi sem. Mert nem volt elég a gyufa, most mutatom neked öngyújtóval is. Igen. Az nagyon. De hát annak más a lángja. De mi lenne, ha ezt megszóláson kívül csinálnánk? Tehát, nem, hát ez egy fontos kísérlet. A népek boldogsága múlik rajta. Aha. Ez nem gyulladt meg, de... Van más! Hajd abba, Feri, kérlek, tényleg hajd abba. Az egész kísérletsorozat az emberi hiszékenységről szól. Igen, és hülyeséget benyalsz, amit a neten lát. Igen, a Feri azt szeretném bebizonyítani, hogy az emberek mennyire hiszékenyek. Tehát mi félreértjük ezt az egész történetet. Majd csak csodálkozni fogtok. Na ez annyira veszélyes, hogy ki se lehet bontani. Miért nem tud a Feri elengedni bizonyos kísérleteket, nem? Mert nem kell elengedni, hanem utána kell menni. Ez a tudományos alaposság, érted? Ez munkál bennünk, akik ezekben hiszünk, és nem a UFO-kban. Mutatom a következőt. Köszönöm, hogy ez egy olló. Na, haladunk. Érted? A CERN-ben is úgy van, hogy azért, mert elsőre nem jött össze, akkor nyomják tovább a kísérletet. Na, ezt figyeljetek, ez tele van mindenféle dologgal. Jaj. Aha. Bocsánat, figyelj, na most, oda néz. Azt a mindenit. Tehát az történik tulajdonképpen, az történik, ami az elmúlt két napban is, a mai napon is. Nézd meg! Drága nézd hallgatók, nézd meg! Semmi. Aha. Tehát hogy? Megint. Oh, gyere már, Viki! Gyere már! Jó, bebarnult. Gyere! Gyere már, Viki, jövök. Aha. Jó, igen, és még egy van. Ne. Húzzuk le azt is gyorsan. Mindjárt mutatom, figyelj. Legyünk túl rajta gyorsan. Valamelyiknek... Új, jól az ez árulják, ez biztos, hogy de miért nem inkább felnőtt tartalmakat nézel, itt írj egy hallgató. Mert nem találtam meg. Tube8, meg RedTube, meg Xhamster, XNXX.com, annyi jó felnőtt tartalmat, nézz inkább. Most nézd, most figyel. Azt figyeld. Sokáig kell hevíteni azt a videó. Na. És pont most nincs itt a védőszemüvege. Addig mondom, hogy Feri most kapcsolta be adásba, a másik kísérletről beszéltetek? Beszéltünk Feri másik kísérletéről, az elindult, jól sikerült, minden rendben volt, úgyhogy egyelőre 1-0. Veszed videóra? Mert most nagyon fontos. Tessék? Nagyon fontos. Milyen effektet? Nekem erre nincs effektem, mert a szarra. Milyen szarra? Ez tudományos kísérlet. Nehogy lemaradja a legfontosabb pillanatokról tényleg, mert hát ha van még egy csomag. Az anyja úristen. Aha. Na, tehát ötből nulla, bebizonyítottuk, hogy ezek a levesporok nem robbannak föl. Nagyon jó, elengeded? Tök jó. Elengeded ezt a dolgot itt 3 nap után? Vagy még hétfőre hozol, Ha találok még, akkor biztos. De hát, mert te piromániás vagy, tehát te piromán vagy, és neked maga a gyújtogatás okoz az élvezetet, hogy este kicsit bepisílsz, és lehet egyébként, amikor ott törökben vagy Budaörsön, és mit tudom, naponta felgyújtottak egy nyaralót hosszú hónapokon keresztül, abban benne volt a kezed igazából. Tehát, hogy te piromán vagy, a szexuális kielégülést okoz az, ha valami ég. Nem hát egy kicsit jó, igen, egy kicsi borzongás van, meg az, hogy egy stúdióban csinálhatod mindezt, az olyan izgalmas, tehát egy értékes stúdió, hát ha itt elkezd villámlani, kitörni és fölgyullad a keverőpult, ezt nem sikerült megvalósítani. Akkor viszont segítsetek, miért csinál ez a csávó ilyen videót? Mert most millió... Hát tudja, hogy mint... Mert van olyan sok hülye, aki megnézi, benyalja, és aztán behoz egy rádió műsorba egy ilyen kísérletet, amit meg akar csinálni, és nem tudjuk meggyőzni, hogy ez nem fog működni. Lehet, hogy ennek a csávónak van egy ilyen smegyára, mert most mindenki vett egy zacskó smegket, hogy ezt kipróbálja, érted, és dübörög a biznisz. Simán lehet. Tehát, hogy nem kell csinálni akkor ilyet. Igen. Illetve... Egy vékony injekciós tüvelbali fecsken, ez már a kísérlet előtt egy kis benyált a tésztába, akkor talán túléphetünk ezen a fantasztikus kísérleten. Ő is egy kis tasakolaját biztos, hogy lángra kap. De nem a lángra kapás, ez kitört, mint az Etna, vagy a Vezúv, vagy nem tudom, valami, érted? A videóban az volt, hogy egy méteres lánggal égett az egész. A miénk nem. Akkor mi egyszerűen tisztább kaját eszünk. Na, oké, meg vagyunk ezzel, mondhatom? Időlegesen igen. Időlegesen igen, hétfőn Feri újabb kísérlete. Ferihez bevezették a netet. Feri, mit talál a neten című rovatunkat? Hallottuk. Mondom, az Xhamstert és az XNXX.com-at addig ajánlom neked hétvégére. Jó? XNXX. Aha. Jó, addig azt nézegessed egy kicsit. Mi az N? Mi az X? Nem az a lényeg. Nem az a lényeg, ami jön be, amikor nyomsz egy na, tiltó tábla ellenére megállás nélkül hajtott be egy főútra egy szombathelyi nyugdíjas. A történet nagyon helyes egyébként, mert egy hosszú-hosszú videó készült arról, hogy ez a helyes idős nagyi hogy próbálja meggyőzni a rendőrt arról, hogy miért a rendőr a buta, és a nagyinak miért volt igaza. Illetve miért van igaza. Idegrendszer kell egyébként a videó megnézéséhez, de a néni
mindenfajta kreativitást felülmúl, és elképesztő leleményességgel próbálja megmagyarázni azt, hogy mi történt vele tulajdonképpen, mert hogy hát a stoptábla ellenére nem adta meg az elsőbséget egy főúton haladó autósnak, inkább fékezési szó nélkül áthajtott ugye a kereszteződésen. Tudjuk, aki ismeri a kereszt, mit kell csinálni a stoptáblánál? Meg kell állni. Meg kell állni, így van, nagyon jól mondod. A nénye azonban nem állt meg, áthajtott. Nénye nem. Majd kijött a rendőr, és próbálta elmagyarázni a néninek, hogy ez egy nagyon egyértelmű helyzet, a stoptáblában tessék megállni. A néni azonban kötötte az ebet a karóhoz, és egyszerűen nem akarta elfogadni. Nem tudom, hogy azért, mert régen tanulta a kereszt, vagy makacs volt a néni, vagy talán már egy kicsit szenil is. Minden esetre ezt felvették, és feltették a YouTube-ra, és hát a néni nagyon elszánt. A néni rettenetesen elszánt. Mind a kettet, te nem tudod eltűnteni, hogy ebben az anyagban ki az igazi főszereplő. A rendőr, aki egyébként szerintem brilliáns benne, tehát intelligens, távolságtartó, egy pillanatra sem emeli fel a hangját, és türelmes a végtelenségig, minden sarokra ilyen rendőr kellene egyébként, én azt gondolom, hogy tökéletesen végzi a munkáját, vagy pedig a néni, aki hihetetlenül elszántsággal magyarázza a megmagyarázhatatlant. Ő nagyon elszánt, tehát nem lennék az unokája, mert hogy rettenetesen elszánt a néni. A rosszul lehet érteni, hogy beleolvasok, csak belemutatnánk ebbe, hogy próbál egy idős néni, egyébként egy birka türelmű, nagyon helyes rendőrt meggyőzni arról, hogy ki a hülye. Aztán felrakjuk a fészre majd, tehát hogy felrakjuk a fészre, és feliratozva van amúgy az anyag. Féltek, a rendőr előtt, hogy te is mondod, le akarom. Csodálatosan végzi a munkáját. Szóval, hogy tehát ő valami kitüntetést érdemel. Stoptábla, ugye egyértelmű, egy szituáció, meg kell állni, nincs mese. Bemész a kereszteződésre, nem állsz meg. Mindegy, hogy honnan jött, ki jött neked, láttad, nem láttad, te vagy a hunyó. Ott volt-e már akkor, amikor te odaértél, vagy sem? Na, igen. Azt mondja, indul a videó, hát néha lehet, hogy egy picit rosszul lehet hallani, majd leveszük a zenét, és akkor ahol nagyon gyengén, ott beolvasom, hogy a néni mit mond. Jegyzeteljetek, mert tanulni lehet a nénitől. Na figyelj. Sárgán villogó. Tehát őnek itt mindenféle szempontból elsőséget kell. Ezt még lehet érteni? Igen. Itt nem számít az, hogy milyen messze. Nem volt itt senki, akit észre kellett volna vennem, mondja a néni. Jól tetszik mondani, nem vette észre. Az autó még ott volt. Nem vettem észre, mert nem volt itt senki, ezért mondta. Ezzel egyet sértek önnel, hogy nem vette észre. Most miért nem azt csinálja, hogy ők nem figyeltek, mondja a néni. Tehát ő nyugodtan haladhat a saját kis 50-es tempójában, nyugodtan haladhat a belső sávban. És a rendőr magyarázza. Mivel neki a kereszteződési évben nincsen elsőségelési kötelezettsége. Én már bent vagyok, mivel nem volt itt senki. Nekem az a jogom. Elsőséget kell adni mindenkinek. Ha milyen nincs, hogy bent vagyok, vagy nem vagyok bent. Tehát most figyelj rám, ha nézzük a fényező készülék világít, tehát működik, akkor is olyan nincsen, hogy maga már bent van, és akkor ő is jöhet. Tehát a két autó egyszer nem kerül. A rendőr nagyon jó. Csak akkor, ha ön ott megáll szépen, gondolom nem milyen pedig, hosszú bizonyos az anyag. Tárgyakkor, vagy bármit. 8 perc. Az autó elindult szépen, mikor észre vette, akkor a rendőr elmagyarázza. Tök jól mondja. De igen. Nem, ez csak feltételezi. Nem feltételezem. Figyelj, szenzációs. Ha én már bent vagyok, ugye a néni arról próbálja meggyőzni a rendőrt, hogy ő már bent volt a kereszteződésben. Tehát elvileg neki elsőbsége van. Igen, akárkinek is van elsőbsége, ő már bent volt. Ott ütött meg, ott ütött meg. Ugye ott karambolozott szegény néni. Honnan ugrókat jelölt, megáll, elsőséget ad, áthajt a kereszteződésekre. Ha az autó ott van 50-nál, biztos, hogy nem megy ide a néni. Még ön ezt a kereszteződést megtartott. Csak nézze meg az utcát. Figyelj, annyira cuki a rendőr. Tehát tényleg jó, annyira cuki. Jó. Mi az a távolság, amivel ő, hogyha én már megindulok, és amikor ő, én már bent vagyok, mert nem volt ott semmi. Ez a néni magyarázata. Teljesen jogos. Bármit is akart mondani, jogos. Abszolút jogos. De az a baj, hogy ő kint van a forgalomban. Egyébként csak csendesen mondom. Én láttam volna, ha ő már közel van hozzám. Láttam volna, mondja a néni. De ezek szerint mégsem látta. Nem azért, mert nem láttam, hanem azért, mert nem voltam ott. Figyelj, a néni is nagyon cuki egyébként.
de ezek szerint mégsem az otthon ügyköztek. Tehát most nézze meg innen az autó, az okó. Tehát elég kellett, hogy menjen az autónak, értsen meg. Hát ott ügyköztek volna a kollégával. Hát ez a kocsi mögöttem. Tehát a kocsi kérben is. Istenem, ő hisz magában. Igen, most azt mondja, hogy a kocsit azért nem láttam, mert a kocsi mögötte jött. De ő szemből ütközött. Aj, és ő nagyon cuki. Ő nagyon cuki. Figyelj, a videó az egyébként 7 perc 56 másodperc, most vagyunk 3 percnél. Tehát ez még 5 percen keresztül ment. Még 5 percen keresztül. És nem hiszed el. Igen. Nem adott elsőséget a másik autónak. De olyan nincs, hogy átértem, majdnem. Majdnem. Feliratozom, ezt így kell megnézni, kevésbé élvezhető, de érdemes megnézni. Ez egy paródia, vagy egy szeszélyes jelenet. De tényleg. Tehát olyan oktatófilmnek kellene lennie. A rendőr szakközépben komolyan. A legnagyobb duma az, hogy azt mondja, hogy én nem tudok elsőséget adni. Tehát az annál nincs erősebb duma az egész beszélgetésben, hogy ő nem tud. De egész egyszerűen nem tud elsőséget adni. Na, és amilyen témát akarunk ebből kanyarintani, az nem más, mint hogy biztos van minden munkahelyen, mindenhol fura, értetlen, betelefonáló, vevő, olyan, akivel egyszerűen baromi nehéz valamit neki megértetni. És biztos, hogy találkoztatok ilyen emberrel, akinek valamikor valamit el kellett magyarázni, de vagy azért, mert eladóként dolgoztatok a boltban, vagy azért, mert szerelőként dolgoztatok, vagy azért, mert házhoz mentetek, és nem értette meg, hogy nem jó a mosogatógép, és nem lehet megcsinálni, és ki kell cserélni. Ugye hányszor van ez a szituáció, hogy te, aki értesz valamihez, megpróbálod elmondani, vagy mert segítenél, vagy mert eladó vagy, vagy mert szerelő vagy, vagy mert valamit megjavítottál, és a vevő, a kuncsavt nem akarja a dolgot megérteni. Nem jut el az agyáig, és nem hisz neked, megvádol már mindennel. Verekedésbe torkolik a dolog, lögdösödés lesz a vége, de nem akarja kifizetni, vagy nem akarja elhinni neked azt, amit mondasz. Nagyon sok ilyen szituáció van. De kár, hogy nincs itt Csabi. De nem érted? Nem tudom leadni a gyöngyhajú lány. Igen. Az életed bármely területén, ha fogorvos vagy, ha nőgyógyász vagy, kérem, ha... De nem tudom leadni, mert nincs, nem illik bele a rádió profil, nem. De én azt kérem, mert azt küldeném. De nem érted, hogy nincs. Hát ennek, akivel 20 éve vagyunk együtt. Tényleg, ha eladóként dolgozol, ha zöldséges vagy, ha mosógépszerelő, hűtőgépszerelő, autószerelő, meg kell bizonyos élethelyzetekben értetned valakivel valamit, a kuncsavtal, a vevővel, azzal, akit te kiszolgálsz, akinek eladsz valamit. Na, ezeket a helyzeteket meséljétek el nekünk, vagy ha telefonos ügyfélszolgálaton dolgoztok, és valaki meg akar rendelni 5 gigabájtot, de nem tudtátok vele megérteni, hogy nem alkalmas az ő csomagjára, hogy megrendeljen 5 gigabájtot. És kötötte az ebet a karóhoz, hogy mire futott ki, meddig ment el ez a dolog, hogyan sikerült velem megértetni, és mi volt az alaphelyzet, amit nem akart megérteni. Jó, egy kicsit hosszabb esemesek lesznek, de rengetegszer van ilyen. Ha benzinkutasokat megnézzük, nem? A tankolásnál, az ablakmosásnál, a kerék felfújásnál, hát hányszor találkozol ilyen élethelyzettel? Vagy kutasként, autószerelőként, a benzinkutas kislány, aki nem érti meg a vevő, hogy nincs hotdog, és hiába kéri azt a rohadt hotdogot, ha elfogyott a hotdog. Igen. Nem? Hát autószerelőnél is. Az is, nála az enyém mesélte egyszer, hogy van a kipufogóban a egy ilyen kerámia betétes, mi katalizátor, és az romlott el a kuncsavtak, és mondta a kuncsavt, hogy hát akkor szedje le, szedje szét, vegye ki belőle, ami elromlott, rakjon bele új kerámiát, hát azt láttam lehet, és mondta, hogy ezek nem bonthatóak. Tehát, hogy érted, az egybe leveszed, fölteszed, az jó napot kívánok. És ő mondta, hogy nem, mert ő nem ad érte annyi pénzt, mert ez egy drága dolog, hanem azt neki szét kell szedni, de most mondta, hogy nem tudom megcsinálni, ez itt így nem működik. Aztán tovább állt. Igen. Hát, nem tudom, de kezelhetetlen a dolog. Tehát nagyon sok ilyen élethelyzet van. Írjátok meg nekünk, ki mit nem akart megérteni, jó? Ti mivel próbáltátok őt meggyőzni, mit csináltatok, milyen élethelyzet volt, és mit nem akart megérteni, ezt írjátok meg. Azt ne írjátok meg, hogy nem akarja megérteni, hogy nem robban a levespor, mert ez még nem bizonyított. Igen, felé meg kell értetni, hogy nem robban a levespor. Ez még nincs bizonyítva, igen. No, úgyhogy várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk az SMS-ekkel a hírek után. 3-9 lesz pontosan egy perc. Szóval mindenkinek egy dermesztő videót mutatunk meg, mert hogy egy idősnéri behajtott a tilos tábla ellenére egy kereszteződésbe, és hát egy szombathelyi zsaru, egyébként a rendőrök rendőre, komolyan mondom, az év dolgozója, hihetetlen nyugalom, a 8 percen keresztül győzködi a nénit, aki fel se fogja, hogy alapjában mit csinál. Szóval amennyire vicces, annyira dermesztő ez a videó, mert lehet, hogy holnap te találkozol vele. Nem? De tényleg. A néni nem érti, hogy ha bemegy egy stop táblába, akkor miért? Hogy van az, hogyha nem volt ott autó, akkor azt neki nem kellett volna nézni? És egyébként is a másik a hibás, és 8 percen keresztül megy a húzavona, felvette egy újság, és hát egy komplett kabaré jelenetet láthatunk. A néni nagyon
helyes, ugyanakkor azért dermesztő is, hogy így van jogosítványa és ilyen szaktudása, és egyáltalán ennyit konyít a vezetéshez, hogy nem érti a stop tábla lényegét, ami talán a legegyszerűbb kresszlá tábla, nem, Feri? Így van, ez, tehát ez az első. Ennél csak bonyolultabbak vannak. A gyerekednek is megtanított, hogy ott megállsz, bringálva minden, megállsz. Ezt még olyan is érti. Tehát ezt, na jó, nem tudhatjuk biztosra, amint nincs meg a jogsi. Na, szóval 8 percen keresztül győzködi a rendőr a nénit, hogy miért van igaza, vagy miért nincs igaza. És mi arról beszéltünk, hogy nyilván sokan voltak, vannak abban az élethelyzetben, amikor olyan szolgáltatást vettek igénybe, vagy dolgoztak, amikor meg kellett győzni valakit valamiről, és a vevő, a fogyasztó, a telefonáló, egyszerűen nem a vásárló, egyszerűen nem akarta megérteni, hogy miért nincs igaza. Hát szenzációs SMS-eket kapunk ebben a témában. Áll a busz a megállóban, hölgy kérdezi a vezetőt, maga a megállóban? Maga áll a megállóban? Igen, hölgyem, ha lesz le és felszáll, akkor igen. Nekem azt honnan kéne tudnom, hogy lesz-e fel vagy leszálló, és a hölgy elsétált. Ezt nem annyira értem. Ezt nem értettem. Azt mondja, hogy... Hát, hogyha a hölgy ott van a megállóban, akkor igen? Meg fog állni, hiszen van felszálló. Érted? Igen, de hogy a hölgy ott állt már a megállóban, és maga a megállóban áll? Kérdezi a buszsofőrt, kérdezte? Igen, hölgyem, ha lesz le és felszálló, akkor igen. Ahogy ő magáról kérdezte? Igen, tehát aha. A néni lett volna a felszálló. Ja, és magáról. És ha őben áll a megállóban, akkor nyilván akkor lesz felszálló. Ja, értem, most értem. Köszönjük a beszélgetés, ezek egyébként igen. Korán legyen. Igen, lehet, rólam is lehetne mindezni ennyi beszélgetést, igen. Azt mondja, hogy villanyszerelőként dolgozom, és még a nyár elén történt, az egyik megrendelő azt kérte tőlem, hogy rakjak egy dugaszoló ajzatot a WC kagyló mellé le. Majd egy órán keresztül kellett neki elmagyarázom, hogy nem tehetem meg, mert sima konnektort nem rakatok oda, hanem csak egy méterre a talajtól minimum. Már szinte kiabált velem, hogy értse már meg, hogy ő ott telefont akar tölteni, és oda mindig be lesz dugva egy töltő. Hiába mondtam neki, hogy életveszélyes, nem értette meg. Csak hajtogatta, hogy töltő lesz. Tőlem egy vendég kérdezte meg a nyáron, itt van az a főzött fagylalt? Igen, nálunk kapható. Ránézett a hűtőpultra, de hát ez nem is meleg. Pedig ezt úgy kipróbálta. Úgy kipróbálta volna. Nálunk a benzinkúton hárfagy az üzemanyag, van, aki végig kérdezi a kutoszlopokat, hogy és abban a kútban sincs, és abban a kútban sincs, és abban a másikban sincs, de nekem csak 10 liter kellene. A másik kedvencem, aki megtalálja az egyik eldugott sarokba tartott 30 kilós síkosságmentesítő keveréket, elhúzza a kasszáig, és megsértődik, hogy nem veheti meg. Na, itt van egy hallgatónk, haló, jó reggel, ciao. Hello, jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt veled, mi történt, mit nem akart megérteni, akivel te találkoztál? Hát bioboltban vagyok, és jött a kedves vásárló, és hogy fehérjepótlásról beszélgettünk, és hogy ő vegetáriánus, és hát ajánlottam neki az algaport. Algaport? Algaport, igen. És hát emelt hangon rám szólt, hát de hogy ő vegetáriánus, ő nem ehet algát. Ó, édesem, hát ő azt hitte, hogy akkor a gyálatról van szó. És nem értette meg? Majd próbáltad neki megmagyarázni? Nem, próbáltam, de nem. A végén már a telefonomért nyúltam, hogy beüssem a Wikipédián, hogy lássa. Úgyhogy eszméletlen volt. Na jól van, oké, köszi, hogy elmondtad. És megvette, végül sikerült meggyőzni, vagy nem is tudtad meggyőzni? Tehát elment. Nem tudtam meggyőzni, elment. Hát nem sikerült. Nem. Köszi, ciao. Köszi, hello. 90-es évben autószerelő voltam, összejött egy nő, nem akart az Istenért sem megérteni, hogy a kisposzkiában nincs hűtővíz. Addig balhézott és fenyegetőzött a főnökömnek, hogyha befagy a víz, tönkre fog menni a motor, ilyen-olyan balhé lesz, hogy kiszámláztuk neki a fagyállót, akkor megnyugodott. Nagyon jó, ügyes. Jó, akkor fizess érted. Telekomban dolgozom, idős néni behozta az IPTV beltéri egység távirányítóját, hogy nem tud rajta telefonálni. Mire mondtam, hogy értem, hölgyem, de értse meg, hogy ez egy távirányított csókolom. Mire ő, ne mondja már! Ez egy telefon, hisz ott vannak rajta a számok. Jézus. De nagy. Gyerekek, és ő lehet, hogy autóba ül, ugye? Ebben ez a kemény. Ő gyerekeket nevelt föl. Ilyen napoli vendéglőben nem értettem a vendég, hogy meddig vagyunk nyitva. Kérdezte, hogy meddig vannak nyitva, mondanak ki, ez egy non-stop. Mire a vendég? Értem, hogy non-stop, de meddig vannak nyitva? Nagyon jó. Humán szolgáltatónál dolgoztam, egy 24 órás telefonos készültséget jelent idős emberek részére. Nálunk is volt egy telefon. Ha baj van, azon csöröket, és én visszajom. Egy idős bácsi beszélgetni szeretett volna, és állandóan hívott. Nagyon nehezen értettem meg, hogy téves riasztás esetén jegyzőkönyvet kell venni, stb. Amikor megelégettem, azt mondtam neki, hogyha így folytatja, elveszik tőle a készülékét,
és még fel is jelentik felesleges riasztásokért, a bajta eltűnt, soha többet nem telefonál. Kábel-TV szerelő vagyok, egy ügyfél felhívott, hogy nem működik neki a Hír TV. Tájékoztattam, hogy központi műholdas probléma van, sehol nem működik a szolgáltatás. Nem akarta megérteni, és azt mondta, hogy nem hagyja ennyibe, és szól Orbán Viktornak. Olyan. Csak én mondom, hogy szerintem ezt ő se tudja megcsinálni. Igen. Anno fagyit árultam, odajött hozzám egy mitugrász alak, és mindenáron pisztáciát kért. Ja. Klasszikus, nem értette meg, a pisztácia kifogyott, van vanília, karamell, tutti frutti, rumosdió és kávé. Idén nyáron fagyjárusként dolgoztam, így egy másik hallgató, egy kedves család jött oda, kérdezik, hogy milyen íz van, elsorolom az összeset, kivéve a citromot, mivel az már elfogyott a nap folyamán. Természetesen mindenki citromot kért. Elmondom neki, hogy ez éppen nincs. Akkor ők citromot szeretnénk. Hosszú szünet, és akkor most mi lesz, kérdik, jövőre már nem fogok fagyitáról. Ezeket nem értem, ezek miért vannak bejelölve? Ez nem jó. Ez hülye vagyok én ma reggel? Nem ma reggel, de magas nem. De nyugodtam, hogy ennek citromfagyit akartam. A pisztácia analógia alapján megírt egy történetet, ami hasonlít a Bud Spencer Terenciás pisztáciához. Csak citromban. Volt egy vásárlóm egy műszaki cégnél, meg volt győződve, hogy neki minimum USB kell, MP3 player. Ez mondtam neki, hogy ne vigyel, mert az a micro USB lesz, és nem lesz jó. Ott volt nála a készülék, bele is próbáltuk az általam ajánlott kábelt, ami jó volt, de akkor sem itt el. Majd felháborodva az volt a válasz, hogy 8-as kulcsra is rá van írva, hogy 10-es, meg 8-as. Hogy? Akkor mondtam, hogy pillanat, szólok a kollégának. Úgy, aki a két oldali kulcs, az egyik 10-es, Jézus, Úr Isten. Aha. Köszönöm, Uram, hogy találkoztam még ilyen emberrel. Tesco benzinkúton dolgoztam annak 10 éve, amikor létezett ilyen néni, bejött, hogy maguk itt vizezik az üzemanyagot, azért ilyen olcsó. Addig vitatkozott, hogy már pedig lehet vizezni, hogy kimentem egy pohárral, tankoltam bele üzemanyagot, majd töltöttem hozzá vizet, odaadtam neki, és mondtam neki, hogy fizetem a tankolást, hát ha sikerül elkeverni a benzint a vízzel. Megkeverte, vissza, ketté vált ugyebár a pohárban, megsértődött, majd elment. Belvárosi cukrász dinasztia vagyunk, jó pár éves tapasztalattal jegyes pár esküvői tortát szeretett volna rendelni, 4 emeleteset 20 szeletbe. Mondtuk, hogy ez itt nem igazán kivitelezhető. Mm-hmm. Hogy 20 szeletből nem tudsz kitenni. Mondták, hogy válasz, hogy oldják meg hungarocellel vagy fatortával. A lényeg, hogy az 20 szeletes legyen, se kevesebb, se több. Képzeld el már minden négyet. Egyenként 5 szelettel. 5 szeletből, igen. Légi szerelője, kiszálltam hiba jelentésre, hogy nem jön a HD adás, majd mit találok? Egy csipketerítővel letakart mecsek 7 csatornás kézi hangulású tévét. Majd a néni minden tudó kisfia próbálja megmagyarázni, hogy a tévé típusának miért kellene befolyásolni az adás minőségét. Gyönyörű történet. Temetői virágüzletben dolgoztam, egy néni minden szombaton jött, és mindig alkudni akart. Hétről hétre próbáltam elmagyarázni, hogy nem adhatom olcsóban, nem én szabom az árakat. 3 hónap után meguntam, mikor jött, és kezdtem a műsort, mondtam neki, hogy menjünk el a boltba, alkudja le nekem a kenyeret meg a tejet, ha sikerül, odaadom olcsóbban a virágot. Nem jött többet. Ez egyébként szellemes megoldás. Csak már amikor az 500. ilyet kell kitalálnod szellemes megoldást, akkor már eleged van. Egy néni bejött az autó alkatrészboltba, és kért egy hosszabb nívópálcát, mert a régi már nem ér bele az olajba. Zseni! Uáj, de jó a nap SMS-e, úristen! Elkopott a nívópálca. Úristen, de jó! Hát, feloldódott az olajba. Úristen, nem ér bele. Hát, kell egy hosszabb nívópálca. Öcsi, menjünk el. Nagyon jó. Úristen, de jó. Van még egy hallgatónk, halló, jó reggelt. Hello, sziasztok! Ciao, mi történt? Szia, Kata vagyok. Egy internet szolgáltatónál dolgoztam, és egy néni betelefonált teljesen nyugodtan, higgadtan, de ő azért picit már reklamálna, hogy 3 hónapja fizeti az internetet, és hogy hát nem működik neki. És ugye először központilag ellenőriztük, hogy router oké, működik, szolgáltatás is megy nála, meg minden, és hát nem nagyon tudtuk, hogy mi a helyzet. Mire a végére, miután próbáltuk leültetni gép elé, hogy ezt meg azt nyomogassa, hát kiderült, hogy néninek nincs számítógépe. Szóval nem tudom, hogy hol várta az internetet, és mire számított. De hát egy jó derültünk rajta, és azóta is sztori volt ez a cégnél. És nem volt számítógépe, de várta az internetet. Igen, igen. De vajon hol? Tehát ült a szobában, hát nézte az előszobát, vagy a telefonon keresztül, hogy hol? Én nem tudom, ő mit volt, hogy mire számított. Szerintem fogalma nem volt róla, hogy mi ez az internet, de mondom, tehát 3 hónap után telefonált, és ő addig fizette a csekkeket. Atyaisten, édesem, 3 hónap kellett neki, míg leesett egyáltalán. Igen, 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 igen. Hát, hogy most már azért volna, hogy nincs internet, és hát nem értettük, mert központilag minden működött, minden jó volt. Aztán ugye jött volna az, hogy akkor gép elé üljön le, mit lát, mondja, stb. De hát ez nem sikerült gép nélkül.
Atya Isten, hát nem egyszerű azért nektek sem egyébként a helyzetet. Hát nagyon nem. Ugye? Kell hozzá türelem, az biztos. Még ennél a szolgáltatónál dolgozol, vagy váltottál? Nem, ez régi sztori, még diák éveimben volt. Diákévédre. Jól van, köszi, hogy elmondtad. Ciao. Szívesen, sziasztok. Igen. Leálpiacon a saját szememmel láttam. Egy idősebb néni odabalag az árushoz, kérek szépen 4 szem krumplit, mire az árus, az nincs csak burgonyánk. Erre a nő az nem kell, és tovább ment. Vétek, ha én azt mondom, hogy krumpli nem érti a zöldséges? Mert ő volt a szemét, mert az nincsen csak burgonyánk, ez aljasság. Mókázni akar. Ez egy ilyen mókás dolog, és a mama szegény, hát ezt nem vette. Az meg nem kell. Jó néven, hogy a krumpli az nem jó, vagy a burgonya. Nekünk volt pár évvel ezelőtt egy ilyen kis adásvételünk, és az eladó nagyon ragaszkodott hozzá, hogy mindenképpen készpénzben szeretné megkapni a vételárat, nem bízott valamiért bennünk, és az utalás az neki nem felelt meg, pedig mondtuk neki, hogy hát ez ugye eleve pluszköltségekkel jár, egyszerűbb átutalni a mi bankunkról az ő bankjába, mi számlánkra az ő számlájára a pénzt, és ezért megbeszéltük, hogy a bankban találkozunk. Mi ott kivettük a pénzt a saját számlánkról, mert ugye belementünk, hogy jó van, akkor álljuk, odaadtuk neki a pénzt, aztán pedig fogta a pénzt, és oda ment az egyik. Ha az azt egyik mondtad, pénztárhoz, hogy betette, akkor... És azt mondta, hogy akkor betenni a számlájára. De itt még nincs vége. Ennél a banknál neki nem volt számlája. Úristen, még én kezdek félni, hogy mit adtatok el. Így ültünk, és mondta a hölgy az ablaknál, hogy hát akkor a számlaszámot kérné szépen, és akkor így mondta a számlaszámot, de mondta, hogy ez nem úgy, ez nem az lesz. Ez másik ez, bank. Ez a hárombetűs bank, ez nem az ön bank. Ez magának itt nincs számlája. De hát ez a bank, nem? Nem lehet betenni számlája. Van bankszámlája, az... Igen, de... És nem értette? Nem értettünk. Nem. És így ültünk, és mi sem értettünk semmit az egészből. Atya úristen. Előző munkájában rendszergazdaként dolgoztam, egyik nap felhív a partnerünknél dolgozó idős volt, hogy kifogyott a faxból a papír. Mondtam neki, hogy oké, intézzük. Erre a hölgy, rendben, akkor nyomom a gombot, és átváltott faxra. Nem telt el egy perc, újra hív, nem jött a papír, küldjem újra. Ismét átkapcsolt faxra. Egy kicsit elgondolkodtam, hogy ez miért van, de rájöttem az idős, hogy azt hitt, hogy ha megnyomja a faxgombot, akkor én az éteren keresztül átküldöm neki a papírt, mert ott náluk ugye kijön a gép. Már is töltjük a sirálypapírt, 20-asával küldjük át a faxgépen. Óriási. Gábor, köszönjük szépen. Köszönjük, hogy elküldted. Na jó van, hát igen, erre gondoltunk. Az idősnéni videója fönn van a Facebookon, nézzétek meg, jó? Feliratozva izgalmasabb, azért nem tudtunk belőle hosszabbat beadni. Le a kalappal a rendőr előtt még egyszer tényleg. Szóval... Igen. És csak óvatosan szombathelyen. Óvatosan szombathelyen, a néni köztünk van. Tehát a néni köztünk jár. Szombathelyiek, csak mondom, a néni jelen pillanatban lehet, hogy épp piacra indult. Csak óvatosan, óvatosan a nényével. Jó? 3 perc van, pontosan 9 óra mutatjuk, mi a beugró. Ha játszanátok velünk 3-as ugrást, ezt kell kitalálni. Figyeljen mindenki. Ah, pedig ilyenkor mindig kedvem támad valamelyiket meghallgatni, de most nem találtam benne olyat. Valahogy. Mutatjuk még egyszer. A Száminaminát azt meghallgathatnál. Na, nekem az első is bejött. Ez még egy old school csapattól. Jött egy-két nagyon durva, még hús nagy kereskedemmel foglalkozom, mondja az üzletvezető, neki csak melbimbó nélküli hasas szalonnát vegyek, mert annak teíze van. Amin van melbimbó. Mondtam neki, hogy én melbimbónak sincs teíze, mondja, mert maga férfi. A végén már azt kellett mondanom a kuncsapnak, hogy csak kandisznókat vágunk, hogy megnyugodj. Hogy azért itt van egyfajta víziód, nem? Amikor bemész egy boltba vásárolni. Mindenkinek megvan a saját víziója, kérdés, hogy találkozik-e. Elképzelésed van, határozott vagy, akkor meg akarod valósítani. Egy boltos nem fog az utadba állni. Meg hát, ha vásárolunk, mindig igaza van. Igen. 2 perc, pontosan 9 óra, várjuk a megfejtéseket, ha játszanátok 3-as ugrást. És péntek. Jöhetnek a kérdések. Boldog péntekünk van. Interaktív 20 percünk következik. Vagyis tiétek az éter. Hát már nem kell mondanom, nem kell konferálnom. Kérdezzetek, válaszolunk mindent, amit szeretnétek tudni, kíváncsiak vagytok, vagy úgy gondoljátok, hogy mi esetleg kompetensek vagyunk benne, és tudunk válaszolni, nyugodtan kérdezzétek meg, jó? Mert hogy hallgatói 20 percünkhöz érkeztünk, ezzel zárjuk a pénteket. Ha pedig játszanátok, küldjetek el, hogy mit hallottunk. Mindent elmondtunk. Jövünk a hírek után. Open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en.
9 óra után vagyunk, 13 perccel. Hello mindenkinek! Drága hallgatóink, itt vagyunk veletek pénteken, ezen a csodás napon, ami több szempontból is jó. Egyrészt, hogy péntek van, jó idő, hétvégén még lehet programozni. Igen. Még az utolsó. És nem csak az IT-soknak. Nem csak az IT-soknak, így van. A nyár még egy picit megsimogat bennünket, és kvázi ezzel a gyönyörű indián nyárral kér elnézést az elmúlt 3 hónapban elkövetett semmi baja nem bűneiért. Volt nem volt egy jó nyár. De nem volt egy jó nyár. Hát jó, voltak esők, nem volt a 40 fok, de azért szép 30 fokok voltak. Nem azt mondom, hogy nem volt 30 fok, hanem hogy nem volt igazán jó nyár. Neked nem jött be. Nem szerettem ezt a nyarat. Egyrészt meróztam, kettő, hogy van annyi vihar, meg annyi hideg front, én 2-3 napig tartom meleg. Úgyhogy én most szeretem ezt az indián nyarat. Hogy kicsit azt mondja nyár, hogy oké, ne haragudjatok, ne legyünk rosszba, várjatok jövőre, és na megmutatom még, hogy tudok még egy picit adni nektek. Nem az a baj, hogy az zavar, hogy na mi zavar, hogy elhúztál, na? És alapvetően jó műsorokat csináltál. Aztán kiderült, hogy gyakorlatilag bármit csinálattál volna, akkor is nyertek. Na, de jó, hogy nem Bali szólt be, Istenem, de örülök, hogy legalább 2 hete nem jelent meg rólam semmi, hogy beszóltam, úgy örülök, és ezt nem is mondok erre semmit. Jó, hát. És úgy csinálok, mintha meg se hallottam volna. A számokkal nehéz vitatkozni. Mert azt sose írják meg, hogy Jani beszólt. Balázs beszólt. De ha ő szól be, akkor is te szólsz. Gyerekek, azt hiszem az online újságírás elért a mélypontját. Most vettem észre. Én mindig is tudtam, hogy mélypontom van, tisztelet egy-két nagyon jó online hírportálnak, mert vannak jók. Tényleg tisztelet a kivétel. De. Megdicsértem a Demcsák haját adásban. És aztán ti is csatlakozhatok, és együtt üzentünk a Tillával, hogy mondja meg, hogy tök jó a Zsuzsi haja. Beszóltál Demcsáknak? Az volt nem a cikk címe, hogy Balázs megint beszólt. Ezúttal Demcsák Zsuzsának. És leírja a cikkbe ez a barom, hogy megdicsérték a haját, és méltatták, hogy milyen jó. Te ezt elhiszed? Hogy ekkora a baj? Igen. Hogy már az, hogy adunk egy hangzatos címet, az rendben van. Klikkelésről szól, mindenki vadásza az olvasót, hogy minél nagyobb klikkelés szám legyen. Én értem, brutális arc. De Balázs megint beszólt. Sebessen Balázs Morning Show-ban társai együtt méltatta a dicsérte Demcsák Zsuzsa haját, mert hogy Zsuzsának új frizurája van, Tilla pedig aranyosan át is adta az üzenetet, hogy Balázsik üzenik, hogy tök jó az új hajad. És a cikk az ott Balázs beszólt. Hát nem elmentek az anyag, nem vele, tényleg, szóval, ez már a legalja. De ez már a legalja. Egyértelműbben kell fogalmazni, nem szabad két értelmet. De nem, megdicsértük, hogy tök jó haja. Hát ennyit mondanám, hogy mondjuk én paníroznám Demcsák Zsuzsát, akkor az nem azt jelenti, hogy tűzre dobnám. De hogy nem is ezt mondtuk, és nem is volt olajba. Egy ilyen hímsoviniszta, nem tudom mi, csak az volt, hogy add át Tilla, hogy jó és csinos és tök jó. Egy ilyen bongyor haja volt egy napra. Igen. Hát semmi. És más is Demcsák Zsuzsa újabb szópárbaj a két sztár között. Nem volt szópárbaj. Hát nem volt szópárbaj, üzentünk a Zsuzsának, szóval itt tartunk. Itt tart ez az egész. Az emberek nyilván azért az igényt is jelzi, ezért, érted? Hogy annak van a legnagyobb kattintása, amiben jó, de utána elolvasod a cikket, és úgy érzed, hogy na ezért hívtatok erre az oldalra, tudod, ez a meghívás, gyere az oldalunkról, hogy menjetek az anyjátokba. Tehát utána azért azt gondolod, hogy hagyjatok már végén. Menjetek az anyjátokba. Balázs beszólt az online újságíróknak. De mindenkinek, kivételként. Nem, a megszólás, direkt úgy kezdtem, hogy vannak nagyon jó online. Online hírportálok szerintem vannak. Vannak jók, akik azért ebben nem állnak be, és tök jó cikkeik vannak. Na, gyorsan egy-két közlekedési hírre segítenénk azoknak, akik úton vannak. Vagy akiket csak érdekel a téma így, függetlenül attól, hogy úton vannak-e vagy sem. Igen, vagy akiket érdekel a téma, vagy szeretnének, mit szeretnék. Ó, hát ez prémium! Apukám, ezt tudod mi? Hát, most már nem fog nyikorogni a kapu. Gyerekek, de helyesek vagytok. Hát tök cukik vagytok. Spriccelős olaj. Igen. Spriccelős vagy. Az, hogy Bognár Gábor küldött nekünk, aki a Kenő Anyag üzletág egyik igazgatója valahol, azt nem mondom, hogy hol, de nagyon drága vagy, köszönjük szépen, egy kenő anyagot, amivel ugye hát be lehet a nyikorgó kaput a szomszédok legnagyobb örömére úgy spriccolni, hogy ne nyikorogjon. De helyes vagy, Gábor, köszi, tök aranyos vagy, köszönöm szépen, ez egy ilyen, igen, egy ilyen long lasting vízálló kenőanyag. Nagyon jó. Na. De klassz. Ezzel fújhatsz minden. Én befújom most ezt a kaput, kipróbálom. Rajtad most már nem fog múlni, bár ahogy sejtjük, a néni majd valami hajnal 2-kor oda, ez homokot szór bele. És ezek simán ráfújom a kapura, így a lánc szerkezetre? Hát, igen, meg a görgőket kéne. Meg a görgőket, igen. Görgők, láncok.
mozgó alkatrészek. Na, próbáld ki a zsülön. Tök aranyos vagy, Gábor, de drága vagy, köszönjük szépen. Olyan rendes hallgatóink vannak, pedig most aztán egy szóval sem említettük semmit, se azt, hogy kell, se azt, hogy küldjed, semmit. Te egy, nem. Drága vagy, nagyon szépen köszönjük. Na, szóval mit ígértem? Közlekedési írt ígértem, ugye? Igen, de sokat nem találsz. Új nincsen? Nyugi van? Nyugi van, aztán nem nyugi van. Hello, fiúk, 4-es főúton Debrecen irányában kint van a háromlábú kis kandika, mert a Dani küldte. Mi történt Szeghalmon, a Taksonyi hídnál, mert hatalmas a torlódás, kérdezi TV, ha valaki arra jár, írja meg nekünk. Sajószöge, de van egy trafi a 35-ös főúton, Jóska küldte. Valamint Váci út Dózsa-György kereszteződésében nem megy a lámpa, egyre nagyobb a káosz, ezt Olika is elküldte nekünk. Kéne szólni a rendőröknek, hogy jöjjenek is segíteni, mert különben hatalmas lesz itt a csat. Mi átadtuk, reméljük, hogy elindulnak. Budakeszi még mindig nagyon-nagyon halott, nem lehet se kijutni, se bejutni, óriási. Jelesett, mint János bácsi a csatába, és az Egér út is arra szól. Hát, az Egér út az minden reggel arra szól. Köszönjük szépen. Ezek voltak a friss közlekedésének. Na, gyorsan akkor nézzük, hogy mit írnak hallgatóink. Ugye, mert pénteken az utolsó 20 perc a tiétek. Őszi kitelepülésre jöttök egy Győrbe, mert Szabit kellene kérni... A sunkarágó főnökömtől. Gázos Petya írta nekünk. Alakulnak a helyszínek, Győr, azt hiszem most nincs közte. Nincs közte, úgyhogy Győrtől nem tudunk így ebben a formában elbúcsúzni. Csak úgy, hogy sziasztok, győriek. Győrbe most nem megyünk, de voltunk sokszor. Úgyhogy talán ez mentesít minket, Győrbe nem megyünk. Most a győri helyszín kimarad. Na, azt mondja, hogy... Nem kaptok pénzt a cikkek után? Például ez a Demcsákos kérdezi valaki, miért kapnánk? Mi beszélünk valamiről a műsorban, aztán megemítjük, hogy Velvet, meg Live.hu, vagy nem tudom, Riposzt, vagy bármi, de nem. Nem mi vagyunk. Nem. Miért kapnánk pénzt? Az oldalnak van belőle bevétele, ha egy olyan címet ad, és ezzel kattint a számot generál, azt, hogy mi bemondunk bárkit, az attól mi nem kapunk pénzt. Hát miért? Nagyon sok felületet használunk egyébként, hát nyilván mi is összeszedjük a híreket valahonnan. Meg hogyha megosztanak mondjuk a Facebook oldalunkon egy ilyen cikket, amiben nem mellesleg rólunk szedik a keresztvizet, azután kapjunk pénzt. Tehát, hogy eleve nem osztjuk meg ezeket, csak beszélünk róluk néhány szóval. Persze. Vannak olyanok egyébként, olyan celebek, akik élnek ezzel a lehetőséggel, de nem tartozunk közéjük. Így van. Mi van a ninózós rendőrrel? Lehet-e tudni róla valamit? Remélem nem rúgták ki. Beszéltünk róla, nem rúgták ki. Ők talán fegyelmét kaptak, pénzbüntetést, de hál' Isten nem bántották őket. Igazából kicsit szigorúbban bántak el velük, mint szerintem kellett volna, de a helyükön vannak, dolgoznak, és nincs velük baj. Jani, tudod még az Iron Maiden Number of the Beast számát idézni? Halljuk tőled így pénzeket. Legyen ezzel is boldogabb a napunk. Köszi nektek, puszi Anett. Ugye mindenkinek van egy angol dala, amit énekelt kiskorában. Janinak ez az Iron Maiden. Igen. Hogy akkor még nem tudtunk angolul, de már valamit levettünk. De még most sem. Hogy szólt? Ball to you, able, NSC, for the devils, it means the beast, wherever half, because it knows the time short. Reckon the number of the beast for a kissing human number. Its number is 666. A pakazino volt mi? A pakazino, komolyan mindjárt megnézem a lirikszet, hogy ezért hogy van, mit nézszél te pakazinoinak? Azért meg kellett hallgatnom egy 200-szor a számon. De mi a pakazino? Yeah. Pakazino is the time show. Number of the beast, így írja. Így írva, akkor felismeri. Megnyitom, itt van. Megvan? Iron Maiden, Number of the Beast, megvan a szöveg, jó? Mindjárt megmondom, hogy mit nézszél te pakazinoinak. Rosszabb, hogy a sea egyébként valószínűleg. Azt mondja, who to you on earth and sea, így kezdődik, igen, ez egyébként még sem volt. Mondod, for the devil, for the beast. Én ezt úgy mondom, Because he knows, azt mondja, de várj, meg kell nyitnom, de akkor elmaradnak a kérdések. Visszatérünk még a bestop felett, addig megnézem. Mit van, pakazinoise? Pakazino is the time short. Nem találom. Jó, oké, adj egy kis időt, megkeresem, jó? Pakazino. Pakazino. Megvan, because he knows. Ugye azért, ugye angolul az azért, mert ő tudja, hogy az idő rövid, az a pakazino, ez a because he knows. És ezt a pakazino. Nagyon jó. Kedvő szenzőiz. Pakazi noise. Because he knows the time is short. Egyébként nyilván nem akarom megengedni magam, beszéltem. Tehát, hogy mondta Balázs, mindenki nyomta, és nem csak, hogy mi nyomtuk így, rajongók, akik hallgattuk a zenekarokat, hogy én azért hallottam már olyan. Tartsuk meg ezt hétfői témának. Én a Modern Talking BASF kazetámra ráírtam, hogy Yamaha, Yamaszó. Yamaha. Y-a Yamaha, Yamaszó. Yamaszó. Érted? Yamaszó. Hát azért ott is hiányzott még a, nem tudom, Yamaha, English lesson Yamaha, first, tudod, szóval, hogy Yamaha, Yamaszó, és rájöttem, hogy Yamaszó.
Hát az volt Yamaha, Yamaha. Csak mondom, hogy volt olyan nagyon jó nevű magyar heavy metal zenekar, akik a Judas Priest Breaking the Law című klasszikusát Fekete Ló címmel nyomták. Jó, ezt egyébként megtarthatjuk hétfői témának, hogy mit értettél te angolból gyerekkorod, és az hogy írtad föl kazettára, VHS-re, és hogy énekeltél bizonyos dalszövegeket. Tehát szerintem erre hétfőn érdemes visszatérni, ez jó. Mindenkinek van ilyen élménye. Azt mondja, hogy mennyit szívsz Feri? Mivel? Mióta velünk dolgozik kicsit többet, cigiből, mennyi, tényleg mennyi, őszintén, doboz? Hát lassan. Visszaálltál a dobozra? Hát figyelj, ha csinálunk valamit, azt csináljunk rendesen, nem? Hát most nem diszkózok én. Baszki. Hogy tetszik mondani? Napi doboz. Hát sajnos, igen. De mi lesz így, és közben egy félmaraton, vagy mennyi, 10? Most egy 10-est futottam, azért ez közben igen. Szép, legalább 8-as, valahogy. De hát így persze az ember egyensúlyba tartja. Holnap egy 6-ost, nyilván aztán egy 4-est, és lassan elfelejtjük az egészet. Ide vége. Na, ez az sok, az sok. Lassan, azt nekem mondod. Tudod, már majd lassan 2000 forintra fölemelik, hogy ne lenne sok. Igen, azt mondja, hogy ide egy hallgató, hogy segítsetek, srácok, mondjam, hogy mi az igazság, hány naponta élnek házas életet egy átlag kapcsolatban az emberek. Férjem szerint 2 naponta, szerintem 3-4 naponta. Értjük, hogy ki mit akar, illetve ki mit nem akar. Nincs szabály, gyerekek. Hát én mondom, nagy minden vagy átlag. Nap. Tessék? Minden nap. Feri kísérlete zajlik, hogy minden nap. Milyen friss a kapcsolat, mióta vagytok együtt, van egy gyerek, kívánjátok-e még egymást. Nincs, szerintem nincs ilyen, hogy egy átlag szám, ami jó, nem? Tehát heti 2, ha nehezedre esik, szörnyű. Igen. Van, aki minden nap örömételi benne, szóval nincs, de nem lehet átlagot vonni. A férjed szerint 2 naponta, az lehet azért kicsit erős. Tehát dolgoztok, fáradtak vagytok, hát. 10 év házasság, 20 év házasság után 2 naponta. Hát meg főleg, ha te 4 naponta a férjed kicsit elszállt. Igen. Ott van vele, van lendület a férjedben, még mindig az sok, nem? Nézd a dologi oldalát, a férjed még mindig igen, nagyon szeret téged. És kíván téged. Te pedig fejfájós vagy. Nyugtass magad. Igen, te fejfájós vagy. Igen. Túl sokat dolgozom. Érzékeny, hogy az időjárás. Te meg inkább minőségre futsz. Bali, az Instás sorozata az elhagyott régi boltokról, kirakatokról nem folytatódik, csak mert nagyon szép kezdeményezés volt. Kíváncsi lennék a folytatásra. Lesz folytatás, elindulunk turnéra, leginkább szerintem Budapesten kívül látni ilyen szép kis helyeket. Ahogy van valami fotózni való folytatom, nem felejtettem el. Eddig egy képet élt meg ez a sorozat. Egyébként egy remek kép az Instagramon fönt van, töltsétek le az Instát és kövessétek a Morning Show, de folytatni akarjuk. Na, azt mondja, hogy a békának mi a keresztneve? Marian kérdezim. Judit. Juditnak hívják. Fontos kérdés, jövő héten melyik nap lesz karácsony? Már alig várom, jön műsor, Anett. Csináljuk meg, most már megígértük tényleg. Hétfőn húzzunk karácsonyra, és akkor megcsináljuk mondjuk, mit a csütörtökön? Uh-huh. De már ezen a héten nem, hát hétfőn jövő héten. Húzunk. Hát azért van jövő héten. De nem a 3 napra rá rögtön karácsony van. Hát 500 forintos ára szabtunk meg ajándéknak, hogy 1000 forintot, tehát azt be lehet szerezni hamar. Most nem a pénz miatt, de végig szeptemberben 30 fokba. Igen? Hát persze, bejön esetleg egy rossz idő, 10 fokba már szinte már elhiszem, hogy karácsony van. Csütörtök? Ja. Zenékkel húzás ajándékozás. Tökéletes. Ja. Előre hozott karácsony, mert ugye nekünk idén nem lesz karácsony. A Beiglit már lebeszéltem. A Beiglit... Diós is van? Diós, Mákos, Gesztenyi is. Klasszikusok legyenek. De ha igen. Van esetleg egyéb kívánság, azt is megcsinálják. Így van. Kevin nélkül nincs karácsony, ez ugyanaz a Morning Show, már nem mondható el. ebben az évben sajnos ezt már nem tudjuk kivitelezni. Azt mondja, hogy... Srácok, adjatok tanácsot, légy szíti, mit tennétek, ha rájönnétek, hogy a páratok fent van egy ismerkedős oldalon, ki vagyok teljesen, mit tegyek? Kérdezi Csillus. Igen. Hát itt szerintem az egyértelmű szembesítés. Nem? Ja, egyértelmű szembesítés, leültetted, kifotózod, megtalálod, egy barátnőddel felhivatod, esetleg letesztelteted, hogy ez most csak egy kíváncsiság, vagy tényleg mit akar ebből. Az jó, mert ezt el lehet, ha csak simán leülsz, ott el tudja kamuzni. El tudja kamuzni, jaj, hát ezt még előtted raktam föl, drága. Fölhivatnám igen. Valakivel, és ha egyértelműen látszan a pasin, hogy akar ismerkedni, az már igen. Bizonyított tény, hogy a dolog bukik. Mert le kell buktatni, itt nincs más. Ha szembesíted, letagadja, és nem, ha lebuktatod jobban, akkor azt nem lehet kimagyarázni. Nem? De így van. De egyértelmű. Igen. Szeretném megkérdezni tőletek, a hírek felolvasói miért nem köszönnek? Miért nem mondják be a pontos időt bejelentkezéskor, kivéve Ákost? A többiek nem mondják. Hát figyeljetek, ez hírszerkesztés kérdése, van, aki így dönt, van, aki úgy dönt. Anyám is mindig kérdezik, miért nem mondja a híres, hogy hány óra van, mondom, várjál mi 2 percet, mondom én a megszólás elején. Hírszerkesztő dönti el, hogy csinálja a híreket. Szokás, van, akinek hiányzik. Neveltetés kérdése. Én is mondhatnám, hogy van, akit emberek, akikkel 7 éve dolgozunk együtt, egy folyosón mégse köszönnek. Nem én vagyok. Nem tudok jelzett, miért rám gondoltok, mert minden ilyen, nem mindig rám gondoltok. Jani, Feri, mindketten jöttök vasárnap félmaraton, futni egy fotóra mehetek, majd kérdezi Anna. Mehetsz a Janihoz? Persze, hát hogyha... Jani fut csak félmaraton. Igen, hogyha össze tudunk futni, elég, még a Sunny Roli is jön.
majd meglátjuk, hogy jön össze a dolog. Én mindenképpen ott vagyok, ezt így évente mindig leszoktam futni. Nem vagyok egy nagy ilyen futóversenyre. Igen, ilyen éremgyűjtő, éremhalmozó. Én már ezen egy picit túl vagyok, de erre a félmaratonra minden évben elmegyek. És most is ott leszek. 15 ezer ember lesz, tehát nehéz lesz megtalálni a tömegben bárkit is, de hogyha nyilván oda áll melléd, akkor azt mondod, hogy persze, egy jó fotó, főleg. Na igen, ott leszek a kifutón, nem? Ez a Vízer félmaraton, amit most csináltok, nem? Igen. Így kifutón? Ez, nem kifutós, az a 3 kilométeres. Mikor a Ferihegyen rohangáltok. A Ferihegyen, az más. Nem. Az tudom melyik. Azon is voltunk egyszer vagy kétszer, csak aztán belterjessé vált a dolog. Vagy aszfalt. Belterjes lett? Igen, mert hogy egy bizonyos sportszergyártó céghez kapcsolódott már egy idő után a dolog, és akkor ezen a furába kezdett válni. Én nem szeretem az ilyen belterjes dolgokat, nem szeretem az elitizmust, nem szeretem azt, amikor valaki, hogy hívják, valaki úgy egyenlő az ők is a hobbiát, mint hogyha nem is tudom ki lenne, tehát hogyha, mint hogyha top atléta lenne, vagy ilyesmi, és én általában egy idő után ezektől mindig így elhatárolom magam. Tehát így akkor már nem futsz a kifutom. Nem, én nem szeretem. Balázs új sztáros műsorot Szabolcs megyében játszódik. Tegnap a műsorban láttam egy szabolcsi volánbuszt a háttérben elhaladt. Nem. Szabaton együttesről van a vélemény egy Jani ismered. Őket kérdez, így hallgatom. Szó. Inkább Ámon Amárt. Mennyit hallgattam? Inkább a Ramona, vagy mi? Ámon Amárt. Szabaton az egy ilyen kis, hogy hívják, ilyen kis döngölős, ilyen háború meg fegyvermániás, ilyen jó, egyébként nem rossz, de... Mi az Isten kattog a háttérben állatok, kérdez egy hallgató, nem tudom. Egérhangot hallhatsz maximum, mert hogy én kattogok az egérrel, de egyébként nem tudom. Én nagyolok rajta, hogy mit csináljuk november közepétől. Igen, a Janival forognak a kerekek, igen. Azt mondja, hogy nyitassátok fel, Léci Vácon, a Sorompot 20 perc állunk. Na, ez nehéz lesz, ha ezt elintézed akkor. Miért nem olvassátok az üzeneteimet, közlekedni szoktam küldeni, nem elég jók, mert vidékiek? Vagy talán tiltó listás vagyok, közi Gabi. Gabi, tegyél próbára még ma, jó? Hát már túl vagy rajta, beolvastad most ezt. Ne legyetek paranoiások, kevés ember van tiltó listán, Jani minden nap csak 30-40 ember tesz oda, úgyhogy valószínűleg nem vagytok köztem. De az utolsó héten az összes fekete listást vissza fogom tenni. De jó lesz az nekünk. Ha miért? Azt akarod olvasni, hogy végre, felszabadítom őket, tényleg úgy lépünk ki az ételből, hogy felszabadítjuk őket, igen. Jó, kapják, tényleg kapják. Amnestiát kapnak, jó? Egy köztársasági kegyelembe részesíted őket is fel. Teljesen egyértelmű. Igen. Jani a gyerek kategóriában indul a félmaratonon? Persze. Na. Sose hallottam, hogy jó poént, gyerek, dolgozz velünk. Én csak ezért olvastam, hogy olyan is mondják. Na. Jó. Gyere, tartsd velem a lépést. Igen, mennyi furcsán, Jani egyébként durva, kicsi apró lábaival úgy szedi, hogy megőrültök. Jani transzban fut, mint a Lungmapák Tibetben. Én egyszer futottam vele, illetve nem vele, hanem volt egy zalaegerszegi kitelepülésünk, és a város mellett laktunk egy nagy tónak a partján, egy gyönyörű panzióban, és elmentem futni egyet, valamilyen fura ragály rám rakódott, mert nem sportoltam egy hete, futottam. Hülye, ez jött velem szembe, de annyira transz volt, hogy elfutott mellette. Direkt lelassítottam, és sétáltam, és kíváncsi voltam, hogy észrevesz-e. És egy ilyen hosszú egyenes szakaszon, közelebb jön, mindjárt észrevesz. Mindjárt itt van, onnan oda szólok. Nem szólok oda. És így elfutott mellette. És mondta, hogy láttam egy olyan alakot, mint te vagy. Láttam valami mellette mentél el. Olyan volt, mint hogyha te lettél volna, de aztán rájöttem, hogy arra gondoltam, hogy nem. Biztos ember volt, hát ő nem fut. Igen. Egy fontos kérdés, Jani, nézed a hétvégén a nehéz súlyú bajnoki címmeccset a UFC-n? Igen. Igen, nagyon jó meccs lesz. Nem fogunk tudni nézni élőben, mert vasárnap hajnalban lesz, de egyébként Miocic overem meccs lesz, és... Miocic overem? Igen, ez két név, és szerintem nagyjából jól is sejtem őket, és overemre nagyon kíváncsi vagyok, ő egy hihetetlen harcos. Ez mi ez a sport? A kevert harc művészetek. Nem MMA. És biztos vagyok benne, hogy irgalmatlan nagy meccs lesz. A kattogásra írták, mi bocsánat, hogy Feri kattog a levespor éghetőségén, ez fontos. Nem, már megvan az új tervem, hétfőre készüljetek. Kérdezi egy hallgató, Bali kell ingyen bőrtáska, igen, köszönöm. Mikor lesz újra, hogy gyertek át, szombat este D'Artagnan kérdezi, lesz október végétől, november közepétől indulnak majd. Október végén vannak a felvételek, és az év második felében indulunk. Tehát lesz még idén. Lesz még idén, ha minden igaz. És a jó Isten is úgy akarja. De mi biztos ebben az országban, nem?
Hát én tudok egy biztosat, de... De hát nem mondd, mert a bocsok bajunk lesz. Bármit akarsz mondani, tudom, hogy a bocsok bajunk lesz, úgyhogy nem. Srácok, most komolyan, mi lesz november után, hol folytatjátok, muszáj, mi lesz velünk nélkületek. Mondjuk, ha van valami aktualitás, jó? Tehát, hogy azért nem is foglalkozunk ezzel, mert egy, sok minden történik, kettő, nem akarunk mi is mindig ezzel foglalkozni, ha lesz valami, akkor mondjuk mi addig, és az egész rádió a műsorkészítésre koncentrál, hogy kiszolgáljunk benneteket, ez a dolgunk, aztán majd. Majd meglátjuk novemberben, nyilván erről már azért többet lesz, ott már ezt nem is tudjuk nagyon elkerülni. Oké, köszönjük a kérdéseket, próbáltunk jó sokat megválaszolni, drágák vagytok, még egy játék belefér, úgyhogy ha minden igaz, már itt is van a hallgatónk. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Azt írja, hallgató, én nem tudom, mit csináltam, de soha nem olvastok be. Mi lenne, ha egy tiltólistás, lenne egy tiltólistás rovat is, Hati? Addig nem vagy tiltólistán, megjött az SMS-ed. Halló, jó reggel! Halló, jó reggel, sziasztok, Ágnes vagyok. Halló, jó reggel, szia Ági. Szia Ágnes, Ferenc Balázs János. Sziasztok. Hello, honnan hívtál minket, Ági? Lajos Mizséről. Mit csinálsz ott? Hát Könnyit lakom, igen. Most per pillanat nincs munkám. Na mondd el, hogy milyen munkát szeretnél, és akkor találunk neked, de megpróbálunk. Hát nekem mindegy, csak már elmehetnék dolgozni, mert borzasztó. Tehát egy idő után az ember bedilizik, hogy itthon van állandóan, és akkor csak a házi munka. Mindegy. Hát már nem vagyok túl fiatal, tehát már nagyon sok helyen kerestem munkát, de hát hogyha megtudják, hogy mennyi idős vagyok, akkor úgy néznek rám, hogy na. Elhajtanak. Nekem már van egy ötletem november utánra, egyébként rejtett számról fogom hívogatni a Janin. és mindig beleléhegek, és egy idő után már remélem, hogy nagyon ki fog borulni. ez lesz, hogy 2-3 hetet ki tudod ütni még a novemberemben. Fölkészülés a karácsonyra. Felkészülök a karácsonyra, a rejtett számról. Ha van lehetőkártyásokról. Ilyen hívásokat soha nem szoktam letenni, mert élvezem. Ági, mióta vagy otthon? Hát most már 2 éve. 2 éve? De 2 éve azért, mert nem találsz munkát? Nem találok, igen. Igen, tehát a városban itt Lajos Mizsén nem lehet, hát Kecskemétet már bejártam, de ott sem nagyon találtam. De nem kell egy eladó, egy pultos, egy... Ez sajnos nincs szakmám, csak egy mezei érettségim van. Na de miért nem mész el akkor valamilyen OK-s képzésre, vagy valamire próbálsz? Hát... Nem tudom, de nem tudom, hogy mire várok. Tehát nagyon. Mi érdekel? Vagy mit csinálnál szívet szerint? Minden. Én állatokkal szeretnék foglalkozni. Nagyon szeretem az állatokat. Tehát azokkal is dolgoztam. Tehát mielőtt kitették a szűrőmet, akkor én nyulakkal foglalkoztam. De... Nem lehet elmenni egy valamilyen állat farmra, a telepre besegíteni, hát, idegenkát csinálni, semmi? Nem tudom. Próbálkoztam, de nem. Nem, sajnos nem sikerült. És értesz is az állatokhoz? Tehát tanultad? Nem. De van érzéket, szereted őket. Nagyon szeretem őket. Minden állatot nagyon szeretek. Nekem is van cicám, kutyám, úgyhogy nagyon. Hát majd megoldódik. Jó, figyelj Ági, ha jön SMS, akkor továbbítjuk. Jó, Lajos Mizsén, Kecskemét környékén Ági, egy gondos kéz munkát szeretne, ha valakinek kell, akkor... Nagyon szépen köszönöm. Jó, köszönöm szépen. Nyúl telepek előnyben. Jó, telepek előnyben, így van. Milyen kérdések, Jani? Azt mondja, hogy elejtök, egy picit bele kell lapoznom. Megint ilyen klasszikus. Kvíz. Okay. Kérdés volt raktam össze. Így szól az első nyakbakasztóért. Így van, felütötted a legyen és milliómos szími könyve. Melyik ország egyik nemzeti őse, Tell Vilmos? Hát ez könnyű. Ő Svájc. Így van. Svájci. Akár csak Rozsér. Csak hogy a legnagyobb. Csak a legnagyobb. Tervilmos és Roger Federer. Meg a Toblerone. Menjünk tovább? Igen. Szeretném. Mi volt a vezetékneve a Pogány Madonna című filmben a Kern András által alakított szereplőnek? Azt tudom, hogy Ötvös Csöpi volt a bújtó, de Kernnek, jó. Rengeteget ismétlik. Hú, tudom. Milyen doktor? Doktor. Beszokott mutatkozni. Doktor. Jaj, nem jut eszembe. A fene egye meg. Néha nem tudom követni Csöpit, pedig őrnagy vagyok. Nem tudom. Lefagytam. De biztos, hogy tudod, hogy ne kardoskodj, hogy nem tudod. Hát most miért mondod ezt? Így van. Csak a bújtornak a neve. Csak a bújtornak. Bizony. Kardoskodsz ezzel a bújtorral. Igen, most érted. Kardos doktor. De jó. Megfejtés. Ennyi vívódás után végül. Köszi. Na figyelj, akkor... Tessék? Próbáljuk meg a harmadikat is. Jó, játék, úgyhogy mindegy. Jó, figyelj. Nagyon örülök, hogy bekerültem. Élvezzük ki a pillanatot, jó? Oké.
Oké, itt szól a harmadik kérdés. Melyik író egyik regényhős a bőrharisnya? Hát, tényleg. Karl May. Aha, nem. Nem. Ne kapkodj. Mondtál valamit? Mert mintha... Hogy Karl May, ez kérdezik. Karl May, nem. Átveszem, ha van. A Feri a húsdílerünk, úgyhogy meg vagyunk Májba. Nem kell most már, köszönjük. Megint lefagytam. Igen? Fázol? Olyan szép ízét láttam. Hát a másik nagy, ugye kettő nagy van, aki mindig... Tudom, de nem jut eszembe, most ilyenek ugranak, vagy Vinettu, tudom ezeket a... Vinettu? Igen, de az a Karl May. Old Shatterhand. Ó, Istenem. Hát nem. Most ezzel fogok elbukni. Akire mi kíváncsiak vagyunk, az a Csingacsgukkos. Csingacsgukkos, utolsó tudom, mohikános. Frér is. Igen, és nem jut eszembe. De jó hát film az utolsó mohikán. Hogy szeretem? Zseniális. Tudom. De jó film. Az egy könyv. Az egy Michael Mann film. Michael Mann rendezte az a az utolsó mohikán. Kösz. Biztos rövidebb a memóriám. Igen? Michael Mann? Hogyan ez most ide? Nincs meg? Hát nincs. Van ilyen farmer is. Volt ilyen farmer? Volt, hát. Volt. Igen. Nem a Lewis, nem a Trapper, nem a Lee. Limi. Bruce. Láttam egy olyan szép minit, tudod a mini. Mi a mini? Cooper. Na jó, ez csak azért, mert most tényleg két éve vagy otthon, és nincs munkád, és el vagy keseredve, és hát komolyan mondom. Nagyon szépen köszönöm, nagyon aranyosak vagytok. Nagyon örülök, hogy bekerültem, és mindig titeket hallgatlak reggel, jókat rögök, tényleg földobjátok a napomat, és nagyon sajnálom, hogyha már meg fogtok szűni, tehát nem lesztek. És majdnem olyan jók vagytok, mint a Boomerang volt. Ha sokan gyakorla, lenne még időtök, lennétek olyan. Igen. Nem, tényleg nagyon jó, és nagyon, nagyon sajnálom, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Drága nagyon vagy, örülök. Köszönjük, mi örülünk. Hogy szolgálhattunk benneteket. Figyelj ide, elküldjük, meg közben vannak munkalehetőségek. Jött egyébként, itt azt nézem, hogy munkalehetőség Cegléden, Vágóhíd a kisegítő, nyúltelepen van felvétel, szólhatnátok neki, írja Anita, Dabason, nyúltelepen van felvétel. Azt tudom, az a, igen. Jaj, nagyon jó, nagyon szépen köszönöm. Akkor majd körbenézek. Figyelj, Julit ráállítom el a történetre, és akkor mindenkit jó. Fölhív, és akkor akinek te hozzájárulsz, kiadja a számodat, jó? Jó, nagyon szépen köszönöm, nagyon hát kedvesek vagytok. Köszönöm szépen. Hát ha egy másik nyújtelep, vagy valaki tud segíteni. Oké? Okay? Köszönöm szépen, nagyon aranyosak vagytok. Sziasztok, köszönöm de szépen. De meg lesz, a bögrét visszaküldöd. Jó. Nagyon köszönöm. Ha meg nincs, akkor meg valamit próbálj elsajátítani, tényleg. Hát az ember otthon ül és várja, hogy valami beessen, az nem fog menni. Tessék, hát nem, elmenni valamit, van, kitanulni, megtanulni, ráfordítani egy kicsit, és akkor azzal utána. Hát nagy munkaerőhiány van, el lehet azért szerintem helyezkedni, csak kell valami képesítés, hát ne ülj otthon. Igen. Köszi szépen. Puszi. Köszönöm szépen. Sziasztok, puszilag, sziasztok. Hello. Na jó, oké, köszönjük, hogy írtatok, akkor összekötjük majd a jót a jóval. Jó, hát akkor ez a dolog is megoldódik. 3-4-10 lesz pontosan 4 perc múlva. Mérnek viszontán a motocross pályára. Uh-huh. Biztosra mennek. Igen. 3-4-10 lesz 5 perc múlva, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. 3-4-10 múlt, 2 perccel jövünk már is a nap legjobb pillanataival. Értetlen szomszédokról beszéltünk, illetve arról, hogy mit tudsz csinálni, ha a szomszédot beleköt valamibe. És nagyon jó SMS-eket kaptunk, mert hogy a Velvet összeszedte azon társasházi kiírásokat, amik ugye hát a tisztelt lakótársnak szólnak. És én is megosztottam egy történetet, hogy rám szállt a szomszédban lakó, egyébként nagyon cuki idős házaspár, akik hát kifogásolták, hogy hangosan gyikorog a garázskapu, és ők nem tudnak aludni, illetve felkelnek hajnalban, vagy a garázskapura, vagy magára arra kapura, amin ugye átmész autóval, hogy utána eljuss el a garázskapudig. Az egyik hangos, csak a másik valóban nyikorog. De mától ez megszűnik. De mától ez megszűnik, igen, egy hallgatón küldött gépzsírt, nem is tudom mi ez. Valamilyen kenőanyagot. Valamilyen motorkenőanyagot nem hozták be. Én befújok mindent, még azt sem, amit nem kell. Erről beszélgettünk, és arról, hogy mit lehet az ilyen szomszéddal csinálni, illetve ők mit csináljanak velem. Valamint értetlen embereket is kerestünk, ugye eljutott hozzánk egy videó, amiben egy szombathelyi néni próbálja meggyőzni a szombathelyi rendőrt, hogy már pedig neki van igaza, ő ugyan átment a stop táblán, karambolozott, de mégis a másik a hülye. Hát Isten óvjon meg bennünket ettől a nénitől, aki jelen pillanatban szintén kint van ugye a szombathelyi forgalomban valahol. Vigyázzon mindenki. Arról beszélgettünk, hogy milyen nehéz néhány értetlen emberrel megértetni, hogy az, amit akar, azt úgy nem lehet, vagy máshogy kellene. A szenzációs SMS-eket kaptunk, úgyhogy már is jönnek a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3 perc van, pontosan 10 óra, hívjuk gyorsan a nap hallgatóját, aztán már megyünk is.
Na, hogy nem újjon el még ajándék nélkül ez a megszólalás se. Egy kedves hallgatónk, aki foodtrekkes, hozott nekünk be vattacukrot. Hát ez már nem az a vattacukor, amit mi megszoktunk annak idején a búcsúba. Mert hogy van közte, azt mondja, hogy almás pite ízű, cseresznyés ízű felé, nem tudom. Ez lime. Az lime-os ízű. És hát azért... Köszönjük. Mutatós csecse vattacukr. Csattos üvegbe van. Nagyon szép. Köszönjük szépen. Nem erre emlékeztünk. Nem, abszolút. Én hurkapálcára. Ez már egy új világ. Aranyos nénire a Margit szigetem. Na, hát ilyet. Jó, hát nincsen. Ugye az SMS nagyon helyeset írt egyébként. Ő pizza futárként dolgozott. Szintén ugye az értetlen hallgató kategóriában, vagy értetlen bevő kategóriában, vagy témához szólt hozzá. Volt egy lány pizzát rendelt, kérdeztem, hogy 4-be vágjuk, vagy 8-ba. Erre azt mondta, hogy inkább 4-be, mert 8-at nem bír megenni. Jó duma. Úristen, de jó. Ez komolyan, ez baj van. Úr, de jó duma. Csak 4-be, 8-at nem. Totál vagyunk 4-be. A 4-et még lenyom, de a 8 az nagyon durva. Ez nagyon rendben. Mekkora duma, mekkora duma. 4-et még csak lenyomod, de 8 azért. Kompocból is nem vagyok én annyira flamos. De jó. Fú, de kár, igen, nem nyert, ő írta nekünk, nem is írta alá. Jól van, mi a recept, Feri? Kérlek szépen, egy nagyszerű, gyönyörű, egészben sült karaj van, ami csontos, tehát, hogy ugye rajta vannak a borda, csontok és bőrös ennek a megsütési módszere, mert tök egyszerű, egyébként sok húst ad, ugye, nyilván, és mivel tudjuk, a férfi szívéhez a gyomrán keresztül vezet az út, ezért ha ez az alacsony hőfokos sokáig? Ez, az? Ez nem olyan vészes, azt mondja, egyszer 40, meg még 40 perc, ez másfél óra alatt megvan. De így is nagyon-nagyon fincsi lesz, van egy jó bepácolás előtte, és akkor én őszi gyümölcsöt grilleztem hozzá, mert most már szilva van, körte van, meg ilyesmi. Ez lehet ősz van. De. Na és nagyon jó, meg ősz van, ugye? Igen. Hello, hello. Hogy élvezünk, csak röviden, mert lehet, én is csinálok. Kérlek, az a lényeg, hogy kiveszed a magot, kettévágod mondjuk, ez a lényege, hogy megmosod. Ne untas, igen. Kicsi balzsamecetet teszel, és fölteszed, és ennyi. Azzal átforgatod. Ez nem is kell mézet, meg semmit rátenni? Lehet, de a balzsamecetet én jobban szeretem. És meg szilva? Mi van még? Szilva, őszi barac, körte, mind alkalmas rá. Mi a egyik? Na, lehet ezt megcsinálni. Csinál. Tök egyszerű. Feri jobban szereti a balzsamecetet, bár őt nem hívtátok meg. Tehát, igen, ez teljesen nem lesz. Nálam lesz egy végén egy ilyen kis összerű fené, és sokkal leszünk. Jó, de a pörkölthöz ez nem menő. A pörkölthöz nem menő, az kovjubi, nem? Ez a kovjubi friss kenyér, vagy és lehet nokedlit csinálni hozzá, de szerintem a pöri, a bográsos pörkölt, az fehér kenyér. Fehér kenyér, kovjubi. Ropogós helyű kovjubi, kész. Tegnap elküldtem a srácoknak, pont ezt küldtem. Balázs menüje. Elküldtem, hogy mi várja őket, és ezt írtam bele. Az az a kaja, amihez nem kell diszkózni. Ferkényi ruborka lesz, ha hozol magaddal. Ez volt a megjó. Nagyon jó. Így is jó. Kell. Így kell. Szuper. Gyerekek, itt regula van, érted? Hát nem kell is finom hozzá, ha szaggatsz otthon van. Igen, akkor hozzá. Azt a feleségednek, hogy szaggatsz, akkor lesz az is. Jól van, drága hallgatók, Csabi most nincs, Gabi van, jó, úgyhogy kérjetek tőle sok dalt. 500, de ugyanaz a minőség. Ugyanaz a minőség. 555-55-00 a telefonszám. Hétvégére jó futást nektek. Köszönjük szépen. Mindenkinek, aki fut. Leszünk páran, türelmet. Kedves autósok, türelme. Az egy jaj, és kerüljétek el Budapestet, aki autózik. Máshol lehet dudálni, én ezen az egyen futok. Ez most ne dudálj. Lehetek, ne dudáljatok, hogy Jani is fut, igen. Jó, hétfő 6-kor jövünk, szép hétvégét mindenkinek. Szevasztok, ciao, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb